Szép jó estét mindenkinek, hölgyeim és uraim! Itt vagyunk a Sim Racing Company GT3-as bajnokságának az 5. fordulóján. Magyar Hon Hungaroring. Egyelőre Vitányi Gergő kolléga van itt velem, de ha minden igaz, akkor jön Erdély Bálintunk is. Szia Gergő! Szia Dani, hello mindenkinek! Adok rád egy kis hangerőt. Mert most én hallom. Várj egy pillanatra. Először én adok magamra hangerőt. Jó, akkor nem most még. A mikrofonon utazott egyet, oda-vissza, igen. 4%-ot levett belőle a Windows. Aha, így már más a hang, így már más a kimenetel. Látod, 4% mennyit használ. Elég sokat. Ha kihúzom meg, visszadugom, akkor a Windows hajlamos saját magának eltekergetni a hangerőt. Soha nem szoktam pedig, de hát mégis. Elég sokat számít az a... pár százalék. Az a 4% is, igen. Neked is mondom, illetve a nézőknek is, hogy most egy kicsit új típusú stream van, amit hát nagyon külsőben nem fog senki se észrevenni, inkább csak, de ettől függetlenül majd, hogyha valami probléma, akkor mindenképpen számítok a visszajelzésekre, mert most nem videókártyáról streamelek, hanem processzorról, hát egy kicsit így jobb lesz a hang meg a kép, most éppen tesztelem ezt a dolgot, ha esetleg ha rosszabb lenne valami, nagyon elviselhetetlen akad, nem jó, akkor szóljatok, és akkor visszaváltunk videókártyára, de reméljük, hogy ezzel nem lesz probléma. De úgyis, ha valami nem jó, akkor szerintem, ahogy eddig is a nézők majd szólnak, ha hangügyileg, ha képügyileg nem stimmel valami. Bízunk benne. És egyébként nem is értem, hogy 3900x-el eddig miért nem processzorról streameltél. Hát én ilyen vagyok, én féltem a kincseimet. Inkább ide... Az a gép az elég bivaj, tehát ilyen processzorral már simán inkább processzorról éri meg streamelni. No, azt mondom, hogy akkor nézzük, hogy miből is élünk, hát nem ebből. Több mint 15 perc van vissza a kvalifikációból, egyelőre napsütés van, bár a 30. percekben esélyt mutat az előrejelzés, de azt már odáig nem jutunk el, mert annyi nincs vissza. Szerveren jelen pillanatban 43 pilóta tartózkodik, úgyhogy majdnem telt ház van. Lesz egy-két versenyző, aki ugye még nem licenszes révén az időmérő edzés végén DQ-t fog kapni, hogy az utolsó rajthelyek egyikéről rajtoljanak. Némelyik versenyző pedig majd a szünetben megkapja a box áthajtásos büntetését, amit a monzai versenyről hozott át. Úgyhogy lesznek itt események dögivel. Közben nekem most nincs megnyitva a ponttáblázat, bár múltkor néztem, hogy illetve Hunor is felhívta rá a figyelmet, hogy Hunor és Füzi Marci között egy pont a különbség. Egyetlen már egy pont. A bajnokság, így van, a bajnoki pont táblázatban. Hát Füzi Barnának sajnálatos, mert neki volt egy nullázása, ugye, hogy jól néztem, neki a kormányával lett valami, és szegény nem tudott befejezni egy versenyt. Vagy talán kettőt, már nem tudom, pedig azért... Füzi Marcira gondolsz, mert Barnát hallottam, de igen, egyébként... Jó, bocsánat, nem Füzi Barna, de igen. Barna, elnézést kérek. Nekem is Fazekas, így van. Fazekas. Átaktív korot hétvége után. Voltak neki... Fazekas Barna, igen. Ő, akit megviccelt a hardware-je otthon, és nem sikerült befejezni egy versenyt. Voltak neki technikai problémái bőven szegénynek. Hát az élen egyébként, csak hogy akkor most elemezzük a versenyt, Beke Peti, aki eddig ugye WTCR-ben villantott nálunk nagyon nagyot. Most itt ACC-ban is már nem első versenyén láthatjuk, de egyelőre vezet Beke Peti 1.43.4.12-vel. Nagyon szép kis türkiszkék BMW-vel. Őt követi Fazekas Barna, akinek reméljük most nem lesznek technikai gondjai, és Kovács Robi a harmadik. Szintén BMW, úgy látom, ez BMW-s pálya lesz?
lehetséges? Nem tudom, hát a BMW, mint új autó, természetesen mindenhol gyors. Én meglepődtem egyébként, hogy Mount Panorama, illetve Monzában is mennyire szuper tempót mentek vele a srácok. De egyébként igen, a BMW nem erő autó, de aero, illetve mechanikus tapadást igénylő csiki-csuki részeken, illetve ahol sok a kigyorsítás lassú sebességről, ott nagyon jól tud menni, és ugye a Hungaroring az pont ilyen. Tehát azt mondom, hogy abszolút a BMW-knek is állhat az ászló, tehát úgy látszik, ez egy instant kedvenc, illetve egy instant gyors autó lett, bár nem OP-nak nem mondanám, de egy elég jól a gyorsabb autók között foglal el egy helyet jelenleg. És az élen immáron fazekas barna, a szokásos M-sportos Bentley-s festéssel 1.43.097-tel vette át a vezetést, Üzi Marcel pedig továbbra is a harmadik 1.43.540-nel, úgyhogy neki ez a választott Mercedes, nem tudom, talán nem muzsikál olyan jól ebben a szezonban, mint ahogy szerette volna, de meglátjuk és reméljük, hogy legalább az utolsó versenyen oda tud durrantani egy szép eredményt. Nem mint hogy eddig le lett volna maradva, csak az a minimális előnye abszolút tempóban Marcelnak, ami volt azt az előző szezonokhoz képest elveszítette. Minden esetre hát szép nyerni. A festése. És a bajnokságban vezet. Igen, és a festése még mindig gyönyörű számomra. ez a full lila, ez a sapzöld. Igen, nem vagyok nagy lila fan, megmondom őszintén, de valahogy itt ezen nem tudom, bejön. Ez a Mercedes jól néz ki egyébként, főleg ezzel a fekete lökösökkel, meg a sapzöld díszítéssel, tükrökkel, kormányvéglapokkal és a hűtő maszk körvonalával. Tényleg nagyon jól néz ki. Na akkor nézzünk egy kicsit lejjebb is a mezőnyben. Ugyanis Györki Dánielt látom Lexusszal az ötödik helyen, és még ő is 43-ban. Én még úgy, a Box utcában pihen. Igen, úgyhogy hajrá Lexus, hát hogy most még kicsit tekerik a több állításokon. Neki futhat még egyszer, igen, már megy is ki a Boxból. Ez egy autót láttam ott állni a Boxban mellette, kameraképe, ez nem is tudom ki volt hirtelen. Na és akkor keresek már egy-két Hondát. Ó, hát Szakácsi Máté, az elemelem. Nem tudom mit emel el, de elemeli. Azzal az elemelem csapat színeiben a 12. helyen, 44.3 birtokosa eddig. És ugye a Honda rövid tengelytáv miatt szintén jól fordul, illetve most a jelenlegi Bob szerint tényleg egy elég erős autóról van szó, bármennyire is népszerűtlen. Talán azért nem szokták olyan sokan választani, mert nem egy megbocsátó autó, tehát amíg egy Lexus-t, Aston Bentley-t azért összekapasz, hogyha megfonod a kalácsot rendesen, ahogy Bálint szokta mondani, az NSX-et nagyon nehéz. Tehát, hogyha ott elment valami keresztbe, akkor lehet, hogy megvan a baj. Sokkal könnyebben, mint más autókkal. És akkor én ismerős nemeket mondjak. Pintér Roland. Őt azért nem szoktam meg annyira az elejében. Tentalok Racing és Audival az ötödik helyen. Roland gyors versenyző egyébként, csak így én szerintem, tehát a hotlapon mindig is az élen áll, csak ugye neki még nem volt licensze eddig, és mindig szegény besorolódott a rajtrács végére. Igen, ezért is mondtam, hogy az ő nevére a mezőny elejéből nem emlékszem, de örülök egyébként, hogy még egy nagyon gyors pilótát köszönhetünk a mezőnyben is. Azért is, mert ugye ezzel az élen autózók között szorosodik a verseny, amit mindig nagyon jó látni. És ő most az ötödik, most van a gumimelegítőkörön, aztán meglátjuk, hogy tudom mosolni. Pénzes Ádám lehúzódott a... Jajajajaj, ez nem tudom, hát mi én volt. Már csak a port láttam. Valaki hátulról telibe találta, nem tudom, hogy de mi volt itt. De van Talisti volt. Mellette láttam még sárgát, de nézzük csak. Inkább vissza se nézem. Én nem nyomtam rá egy 30 szeket, bár 15 elég lett volna. Egyedülre nézzük, akkor most Szabó csak a 14. helyen a Martin is festéssel, javításban egy tized előny magához képest. Egy-két helyet talán tudja üteni ezzel Szabolcs, bárminek kimondom, ezt a nézők nem látják, csak én itt a broadcast programmal, hogy elvesztette az előnyét. Hát igen, most pont a nulla környékén táncol. Ugye már csak viszont három kanyar van hátra. Mögötte érkező Szakácsi.
Máté. Mégpedig Hondával. Egy 3/10-es javításban van. Na az neki a 10/11. Helyet jelentheti, meglátjuk, hogy ki jön neki az utolsó kanyar. Igen, 2,5 most már. Na akkor 2 ablaktörlő padlógáz. Nézzük Szakácsit. Szélesről kezdi. Szép szűkre a végét, majd nagyon szélesre, ahogy kell. Hát, mégsem jött ki olyan jól, de mégis a 12. helyre ugrik előre. És ő szerintem mehet is tovább, mert ebben neki még egy 2/10 simán van. Úgyhogy hajrá Szakácsi és hajrá Honda. Majd így a, hát nem is tudom, ilyen harmadik perc végén, talán harmadik percben megpróbálkozunk kiosztani a DQ-kat itt a nem licences pilótáknak. Aztán hagyunk is időt magunknak, hogyha esetleg nem jön ne össze megint, ami múlt héten, múltkor próbáltam, ez a Stream Deck és egy gombbal kiosztom mindenkinek a büntetését dolog, akkor manuálisan majd beírjuk. De még egyelőre még tudnak körözgetni. Bízunk a technológiában minden esetre. Obamgartner Zsolt állt félre a Massim Racing-es sárga-fekete Ferrari-val. Ő a sikán előtt. Nem tudom, hogy mit szeretne, lehet, hogy egy kis tiszta levegőt szeretett volna maga körül, mert most újra elindult. Egyelőre rengetegen vannak egyébként javításban, bocs Gergő, itt nézem az élmenőket. Semmi gond. Rengetegen. Igen, meg érdemes egy pillanatra rákukkantani a mapra, a térképre, hogy mennyire gyönyörű szép egyébként. Egy hatalmas nagy autókígyó, és szinte alig van közöttünk nagyobb különbség. Nagyon-nagyon és még nincsenek is maxon. Igen, még a boxban kint vannak még 5-6-an, hogyha jól satszolom, úgyhogy tényleg gyönyörű látni, hogy ilyen jó népes emezőny az utolsó versenyre a szezonban. Ugye a saját pályánkra. Hungaroring. Utolsó előtti versenyünk. Utolsó előtti? Bocsánat. Utolsó akkor... előtti. Akkor egyel elszámolom. A következő az még az Nürburgring lesz, hát ott az nem lesz egyszerű. Igen, az volt már idén, de WTCR-ben. Úgyhogy... azt a párt is nagyon bírom, csak az a nyomadék Mercedes harjon nem feltétlenül kéne vele. Mint most ahogy a Szakanszor is. Nagyváti Tamás nézem a 24. helyen, mert javításban van, hát csak úgy, mint rajta kívül majdnem mindenki, úgyhogy valószínű javul a pálya. Hát, gumizódik a pálya, meg nem is túl meleg, csak 27 fokos, igen. Úgyhogy az még azért bőven-bőven jó a gumiknak. Szerintem látják az előrejelzést a versenyzők, hogy eső várható, úgyhogy mindenki most akarja megfutni a lehető legjobb körét. És Nagyváti marad a 24. egyébként javított, de sikerült javítani a valamennyit, és akkor nézzünk. Kicsit nagyobb különbség. Na Szabó Szabolcs, és a sikán utána, bár kicsit berugózott az autója, ahogy kiment a tűre, de a köre megmaradt, és az előnye is megmaradt. Annyi, hogy itt a gyors részen, a gyors kanyarokban most az esélyben egy picit lement, egy 500-alot veszített Szabolcs, úgyhogy fordulunk a gyönyörű fekete Martini festéses Ferrarival, és úgy látszik, hogy az a második szektor vége, vagy harmadik eleje, az nagyon nem akar sikerülni Szabolcsnak. És szélesen ment szerintem ezzel. Elment a köre? Nekem nem vette el a program. Nem, szerintem még bent van. Még. Csak és a mínusz kettőt az nagyon szélesen forrultó, úgyhogy ezzel is ment az egész előnye. És nézzük, na akkor, tipikus Porsche pálya, ugye a Hungaroring, Jorge Hunor az ötödik helyen, több mint egy tized javításban. Ő most jön az S-ekben. Ugye erősen bajnok esélyes Hunor a második helyen van, egy ponttal lemaradva, hogyha jól informáltál, Dani. Igen, és az igazság, hogy Hunor megint a hotlap szerben 300 fölött jár a kör, megtett köreinek a száma, úgyhogy eszméletlen Hunor, amit művelt itt a két hétben megint. Na és egyébként közben esnek be a jobbnál jobb idők. Már Hunort nézzük még mindig, bár neki már nagy előnye nincsen, egy pár század előnye van, de még azért mehet mindenki egy kettő kört körülbelül. Talán egy helyed, de nem marad a hetedik Hunor. Hát egy 5-6 ezreddel volt előnyben. Egyébként Szanyi Gyula ugyancsak Porsche-val bejött a második helyre, úgyhogy nyomja a Hunor, mert úgy látszik van még abban. Kettőjük között van most egy 6/10 különbség, tehát 43-1 Gyulának az ideje. Tudod, kit nézzünk? Azt mondom, hogy 22-én Ambrus Petit. Elég nagy javításon van Peti. Ambrus Peti. Ó, hát a régi versenytársam még 2 évvel ezelőttről. Sajnos a sebattás a Pikler Balázs nem tud itt lenni, mert a múltkor becsapott a villám.
aztán a internetkábel látta kárát, most meg valami kormány problémái vannak. Na és Ambrus Peti 9 helyet előre lépve a 13. helyre hozta be 44-0-val azt a, hát számomra még mindig Picasso-s Aston Martin-i Astont, vagy Aston Martin-it mondhatnám. Az, no. Az élen fazekas barna továbbra sem tudott javítani, még mindig 43-0-35. Ja, most neked is mondom, Gergő, még van kicsivel több mint 2 percünk, hogy megpróbálkozunk itt a DQ-kkal, megpróbálom kiadni, aztán hogy összejönne ez a jó, gombos, akkor én vagy meg nem. Ha nem sikerülne, akkor szólj és írogatom, amit kell. Nézzük. Megpróbáljuk, csak váltunk egy kamerát. Szerintem nem működik. Nem tudom nem miért. Működik. Hát... Akkor viszont Hunor több mint 6-10 javításban, úgyhogy ez nagy idő lehet. És a harmadik helyre jön fel 7000-del Zanyi Gyula mögé, úgyhogy Porsche 2-3 jelenleg. És akkor adtabolgatok össze-vissza, meg írogatom be, amit kell. Nyugodt én, addig én beszélek, köszönöm. Rendben van. Addig már akkor Gergő van olyan kedves és kisegítés, akkor beírja itt a dékukat, ugye, akik a, amit a nem licenszes versenyzőink. Nem vagyok szerver adminisztrátor. Igen, Gergő, amit küldtem, leírást, ott a legfőbb látod, hogy mit kell beírni jelszónak, ha mindig az akkor meg. Ja, oké, bocsánat. Azt majd írd be, és akkor elvileg utána már admin leszel, és hatalmad lesz. No de. Én maradok, Jézusom, maradok Hori Hunoron, a harmadik helyem a Hunor, de most 4/10 javításban. Úgyhogy maradunk a Porsche-n. Még további 4/10? Mert az elég volt 6. Most kicsit lejjebb lement 2/10-re. Hát ez változó, de mindjárt megnézzük. Hoppá, ez most Hunor ezt. El is engedés, egy újabb kört fog próbálni, hát hogyha körbeér, mert ez most megcsúszott Hunorodott a Porsche. Én Péntes Adam csapattársal vagyok, még kíváncsi az Agria Sim Racingre, Nástor Márkra, ő a 40. hely. Hát szegény lehet, Márk azt mondja, hogy ugye az előző versenyeken mindig pórul járt. Hát úgy lesz vele, hogy nem erőlteti hát, ha jobb nem a középmezőnyből rajta, de én ettől függetlenül drukkolok Márknak, hogy most egy jó verseny legyen, mert szegény többször megjárta. Na, én meg kigonoszkodtam magam. És... Elvileg jók vagyunk, mert... Igen, 5 versenyzőt látok, akit diszkvalifikáltam, úgyhogy a kis akkor... ördög kiélte magát bennem. Legálisan büntethetsz. Igen, de egyébként ugye semmi gond, ők még licenc nélküli versenyzők, és ezért zárjuk ki őket a versenyből, hát, hogy mindenképpen az utolsó most helyekon induljanak. A szokás, csak a szokásos. Ők is olyan licensznék, azt tudom, hogy Nagyváti Tamás, emlékszem, hogy neki egy verseny hiányzik, hogy megkapja a licenc, mert eddig teljesen jól autózott, csak ugye formalitás kedvéért. Ó, és... Ó, Fehér Norbit láttam egy szuper időt menni. Mégpedig, igen, Mercedes-szel ő egy 7 helyet lépett előre, 44-2. De még mindig a wait time-ban vagyunk, de már igen-igen csak vége felé jár mindenki. Igen, hát vannak kint éppen pilóták. Kvalifikáció. Csak az ACT ugye az még végig enged mindenkit. Itt nézzük, hogy kik mennek még. 41-essel, na hát oké, nem tudom megtalálni rajtszám alapján. Olyat nézek, aki esetleg javít. Kovács Robi. 10-es rajtszámmal. Hát figyelj, ez még első hely is lehet Kovács Robitól. Most igen, 2,5-tizedet talált Robi a végére. Ugye gumizódik a pálya. És aki az utolsó utána pillanatban tud gyors kört menni. Bár közben már lejárt a türelmi idő, úgyhogy nem tudom, hogy ez az idő fog-e számítani Robinak. Hát a Vilánszki Gergő is kint van még, de ő már most lépte át a célvonalat. Na nézzük Robit. Hogy ne lenne meg az első hely? Kovács Robert a BMW-vel egy. Utáni pillanatban. Ez szép volt. Ő egyébként, bár fazekas barna is javított,
42.990-ra, 43.035-ről, de Kovács Robi mégis behúzta mindösszesen 400-addal az első helyet, úgyhogy ezzel lezárult a kvalifikáció, úgy látom már mindenki a boxban áll. Így igaz, úgyhogy Kovács Robi fazekas. A versenysetupot, megtankolni az autót, és csak elhozta a BMW a polt. Áll, úgyhogy ez egy jó, nap, jó versenynek néz ki ez a BMW-nek. Kovács Robi, fazekas, Bardin, Szanyi, Gyula a top 3. Elmegyünk egy pár perc szünetre, most még ugye a három személy meg fogja kapni majd a boxhajtásos büntetését, amit Monzából hoztak át, de még van arra időnk, azért jött percünk, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza a 75 perces versennyel. We'll be right back.
közepet értünk, és most már Bálintunk is itt van velünk. Szia Bálint! Hey ho! No, hát a három jó madár, aki ugye Monzából áthozta sajnos a büntetését, azt megkapta a boxáthajtásos kiosztásokat, tehát a Békefi Tamás, Pomis Dani és Neokun Ferenc, nekik a rajtot követő első három körben le kell tölteni a boxáthajtásos büntetést. Esőt nem jelez egyelőre a program. Este 7-kor, szerver idő szerint este 7-kor indulnak a pilóták. Most már 7:05 perc van. Azért most a naplemente látszik. Nálam 8:16, de te tudod. Kinek? 16, nálam 13 egyébként. Hát kinek mi? Hát igen. Szerver idő kinek szerint... mit frissít az internetrű? Szerver idő szerint 7:05 van. Reméljük így is marad. Úgyhogy a... Nem teste? Igen, úgy látszik is egyébként, mert a nap már elkezdett. Ránk fog sötétedni, azt tudjátok. Na nem baj az, az egyáltalán nem baj. Nem lehet mindig unalmas, száraz és délutáni napsütötte nappali verseny menni. Ha már van, az azt hiszem, hogy ilyen funkciója. Nyáron 8 órakor még simán azért napsütés van néha. Hát csak a ACC szerint a GT3-as verseny az nem nyáron van, hanem május közepén. Az már nyár. Hűha, Pintér Roland a boxban van, nekem azt jelzi. Pedig Roland nem végzett olyan rossz ilyen a kvalifikáció, nem állt ki Roland a rajtrácsra? Előfordulhat. Elképzelhető, hogy nem nyomta meg a megnyomni valót. Na hát reméljük a legjobbakat is, hogy mindenkinek jó versenye lesz. Azért fel vagyunk készülve a káoszra, de reméljük, hogy... Vagy Pintér Roland is megpróbálja eljátszani a Bossz utcával indulós manővert. Mint egy taktikai elem? Igen, igen, így igaz. Kíváncsian várom a rajtot, ugye a versenyző eligazításon azért megkértünk mindenkit, hogy próbáljunk meg úgy elrajtani, hogy ne húzzuk ki jobbra-balra az autót, mert rengetegen vannak, meglátjuk, hogy hogyan jön össze. Ismerjük az ACC fizikát. Nem egyszerű. Hát bízom benne, hogy jobbra több produkál a mezőny, mint a monzai, de nézzük, annál mert csak jobbat lehet. Megvan a kétoszlopos felzárkózás. Célegyenes. Én a 22. helyen ülök. Én helikamban az elsőket nézem akkor, mint ahogy szoktuk mutatni, és akkor Green light. Kovács Obi jól jön el, bár Fazekas Barni is tartja a második helyet. Egyelőre jónak tűnik a helyzet, most jön az első sarkalatos pont, az egyes kanyar. Hát, hogy ebből nem lett sokkal nagyobb baj. Itt volt hátul egy pici koci, de az koccanásba kimerült, úgyhogy igen, eljött a mezőny. Jól látom, Ballai Gergő volt az, illetve a dafos fehér Porsche, nem tudom, Aston, aki kattogó ABS-szel szerintem 300 méter csatú fékezett a füvön, de valahogy megállt. Balai csincs szerintem, ábbis nekem azt mondta, illetve nem. Illetve Pintér Roland most hoppá, és a akkor a hármas kanyarban megvan a baj, ketten. Így, Baumgart, ne Zsolti. Igen, ő állott. Igen, az egyik ő volt. És szerintem a lila merci az egyik füzi már, pedig gondolom a füzi barna. Az füzi barna lenne, igen. Lesz. Szerintem. Úgyhogy itt hátrébb egyelőre ott mi történt? Baumgartner és Füzi, igen. Nyomunk most már egy 30. Most indulnak a mezőn ütem. A 30 másodperces replayt nyomtam Baumgartner Zsoltéknél. Áááá, megdobta Zsoltit a rázókő. És szerintem Füzi Barnát is. Hú. Nem is ők koccantak, tehát nem is ők koccantak össze. az a durva, hogy mind a kettőt megdobta a rázó, és így egymás mellett kötöttek ki, de nem összeütköztek. Ajjajjajjaj. De az jó, akkor csak megpördültek egymástól függetlenül.
Hát ezt sajnálattal láttam most, de ez benne van a versenyzésben, nem nyomni kell tovább. Hát itt a mezőnk közepén még mindig kettes sorban az autók néhány pozíciót illetően. És egyébként egy autó már is jön ki a boxba, még pedig azt szerintem, akit néztem, Varga Gábor lesz, nem? De Balogh... meg egy BMW most... volt. Balogh Zsombor. Az egy hármas menetirányal szembe. Mínusz kettes előtt. De. Nem teljesen értem Zsombornak a kijövetelét, mert ugye ő nem kapott boxhártatás, hogy büntetés. De viszont a neve mellett ott van egy drive-thru, lehet, hogy akkor a rajtnál kiugrott. Lehet, az lehet. A... Nem állt be a kis kockájába, vagy... rubrikájába, és akkor amiatt. És Aud Gábor a Hondával volt az, aki megforgott, és most indul a mezőny után. Tényleg egész Bálint, hogy bár gondolom, ja, megvan a végén. Kapcsolunk Gáborra is egy 30 másodperc, hát az már késő a 30 másodpercet, már na, a falban van. Az már késő van. Lesz, mert elég régóta ott áldogált szegény. Békefi kivételével úgy láttam, hogy mindenki úgy döntött, hogy letölti a drive-thru-t. És sikerült is problémamentesen, tehát nem szedtek egy újabb büntetést össze. Ja. Ugye három köre van rá versenyzőknek. Viszont tehát... Füzi még mindig boxban. Reméljük nem föladja, csak javítják. Egyelőre Kovács Robi vezet. Fazekas Barna követi a másokén, és Hori Hunor a harmadik. Hunor az nagyon rajtolt, mert ő hátrébről indult. Ő talán a hatodik volt? 5-6 környékéről indulhatott Hunor, én is úgy emlékszem. Valahol ott, igen. És csak hogy már az elején és mondjad Gerről, kíváncsi, lehet, hogy azt akarod mondani. Igen, tehát, hogy igen, nem tudom, hogy ugyanazt, de csak hogy már az elején, nem, úgy látom, hogy mégsem, Hunor szerintem észrevette, hogy 4-es motortérképen van, úgyhogy felkapcsolt 8-ra, úgyhogy most már teljes erejében pompázik a Porsche. Bár nem tudom, hogy fog-e kapcsolgatni, vagy nem fog, majd meglátjuk. És igen, levette, csak a célegyenesre kapcsolt fel 8-as mapra, úgyhogy a Porsche is, Jorge Hunor, ő spórol, tehát... De csak hogy izgalmas legyen, neked is mondom Bálint, mert akkor pont még nem voltál itt, hogy ugye Hunor és Füzi Marci között egy pont a különbség, és egymás mögött autóznak jelen pillanatban, úgyhogy ez így több mint érdekes lehet. Igen, most ha így intenék le őket, akkor tovább növelni az... Nem, akkor megelőzni Marcelt Hunor a pontversenyben, de kérlek, javítsatok ki, hogyha tévednék. És egyébként Füzi Marcel is spórol, tehát Hunor és Marcel között ezt abszolút a tempó fogja eldönteni, mert hogyha csak nem kerülnek bajba és végig tudnak menni, akkor én úgy érzem, hogy mind a kettejük boxiállás nélkül fogja abszolválni ezt a versenyt. Amíg az élen Kovács Robi egyébként egyes mapon megy, tehát ő azért is ennyire szakadozik elfelé Fazekas Barnától, bár annyira még nem is nagyon, mert Fazekas Barna is map 3-on megy egyébként, tehát ő is porolós üzemmódban, úgyhogy az első helyezettünk ő valószínűleg ki fog állni, illetve a 2-3-4 az nem. Illetve Szanyi Gyula is map 8-on megy, tehát az ötödik helyzetünk is valószínűleg kiállós taktikán van. De látszik, és egyébként megy Gyula egyszerűen tolja a pályáról Füzi Marcelt. Meg ugye a Hungaroring az már olyan ám, hogy nem igazán könnyű rajta előzni. Úgyhogy itt az ember nem vár lehetőségre, hanem leginkább csinál magának, tehát azt sem túl könnyű. Hát igen. Azt lestem le közben, hogy egy olyan 26 másodperc áthajtani a boxon, meg akkor erre jönne még ugye a tankolás, kerékcsere, ki mit vállal be. Emlékeim szerint az is egy ilyen 30 körül szokott lenni. De javíts ki, Vitka, hogyha nem. Tehát úgy nagyságrendileg egy percnyi előnyt kéne kiautózni. Igen, körülbelül egy perc az, amit a boxutcában tudnak, hogy a Hungaroringen eléggé rövid a boxutca. Úgyhogy szerintem hát nagyjából olyan hosszú lehet, mint Mount Panorámán, tehát ez a befordulsz, már ott is vagy, és azonnal jössz is ki, tehát a rövidebb boss utcák egyike. Egy perc környékén lesz a tankolós kiállás. No, egyelőre öröm látni egyébként, hogy mindenki szépen autózik a másik mögött, és úgy különösebben nagy hibát nem tudok megemlíteni egyelőre, úgyhogy... És már eltelt azért. Mert remélhetőleg letudtuk Monzában a Carnage-ot. Az idei évi pusztítást. Egyelőre... Igen, hát lehet, hogy
néhányan elnézték, aztán nem az ACC-t, hanem azt hitték, hogy mellé kattintottak és a Carmageddon-t indították el. Jó, az de régi, az de imádtam azt a játékot. Ó, hát én is rajtosra játszottam. Ja, hát ez nagyon jó játék volt. Ó, hát és közben egy bal szerencsés eset. 43. helyen Békefi Tomi, amellett, hogy neki volt erre a versenyre egy buszutc áthajtásos büntetése, még egy 30 másodperces stoppa büntetést is begyűjtött. Akkor gyorshajtott a box utcában? Ő gyorshajtott a box utcában sajnos, úgyhogy szegény embert az ágés húzza alapon ő dupla büntetést, illetve Baumgartner Zsolt is a 43. helyen. Tehát ők szerintem el fognak bíbelődni egymással a mezőny vége felé. Igen, és őket már ugye itt kezdődnek meg a lekörözésre, szegény Zsolti nagyon visszaesett a végére, és nem tud hova állni. Ne haragudj, Dani, közben akció volt, mert kis Balázs Szanyi Gyula mellé igencsak benézett, illetve ott félreáll Baumgartner Zsolt. Igen, szegény... Balázs kívülről ott van. Szegény Zsolti nehezen tud félreállni, mert annyian jönnek. Próbál nem ott lenni, de szegény nagyon ott van, pont a hát, sűrűjében. Elpárologni sajnos nem tud azzal a Ferrarival, úgyhogy... Viszont Kis Balázs nagyon jön kívülről a Menzel felé, hát itt el kell engednie! Hogyha nem engedi el, akkor ez lesz a vége. Azt mondta, is ezzel veszített egy pozíciót, Beke Péter ment el mellette, aki ugye ideiglenesen vezette is az időmérő edzést, de aztán pár helyre hátrébről indult. Úgyhogy most ők itt vonatozhatnak tovább, illetve Györki Dani is ott van közvetlenül Kis Balázs mögött. Bocsánat, igen, Kis Balázs mögött a Lexusszal. Dina kérdezi a cseten, hogy nyert ebben a bajnokságban eddig olyan, aki kiállt a boxba? Most hát ebben a bajnokságban nem, mert ebből a bajnokságban, tehát nem ért. Várjál csak, versenyt nyertek. Nem az a kérdés, hogy bajnokságot nyert, hanem hogy versenyt. Nem tudom, ez jó kérdés. Várjál csak. Szerintem második, tudom, harmadik volt, de első helyen. Második nem. Volt, de nem is sokkal. Tehát, ha jól emlékszem, Mount Panorámán volt az, hogy ott Kovács Robi a BMW-vel ment akkorát, annyira meg volt a tempója, hogy kiállt a boxba, és úgy is, ha jól tudom, valami 3 másodperccel maradt le az első helyről, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogyha ott van még egy kör, vagy két kör, simán behúzta volna kiállással. De egyébként való igaz, hogy nagy általánosságot nézve, általában a vezető helyeken olyanok voltak, akik spórolva mentek végig is, megspórolták a box kiállásnak az idejét. Baumgartner Zsolt közben jön ki a box utcába, úgyhogy megpróbálja szerintem most letölteni, és így most nagyon viszont lefékez. Hetedik helyre kapcsolj, Dani, mert ott aztán... Ó, és... Szanyi pálya szélén? Hát ez óvás lesz valószínűleg. Kis Balázs benézte a féktávat, és Szanyi Gyurát előre kitessékelte a kanyarból, úgyhogy... 30 másodpercet akkor a replayt az gyorsan nyomok rá, mert most itt lemaradtam. Na nézzük! Nézzétek meg, érdemes! Szanyi Gyula a BMW próbálkozik belülről. Igen, megérkezik közben a... Kis Balázs is. És gondolom itt lesz majd a következő Balosban történik meg a... Igen, a kettes kanyarban. Igen, egy kicsit megkoccolta. Igen, csak most a Mercinek tört az eleje, a Porsche-nak tört a hátulja, hát a splitter meg a diffúzor az pont nagyon érzékeny területek aero szempontjából. Ugye ez egy nagyon aero-intenzív pálya, itt leginkább max szárnybeállítással mennek a srácok, mert nagyon kell a leszorító erő, de reméljük, hogy semmelyik autó nem sérült meg súlyosan aztán. Viszont aztán akkor, tovább. Akkor nézzük már Beke Petéket a hatodik helyen. Beke Peté nagyon rámegy, rá esik. Igen, Beke nagyon támad. Kis Balázsra. Kis Balázs támadja, akit most emlegettem pont. Ugye közöttük ez még nagyon nincs lejátszva. Illetve Györki Dani is. Nagyon fantasztikusan jön azzal a Lexusszal. Örülök, hogy Lexus-t ennyire elől látok. Rengeteg időnk van még ugye, pilóták is. Gondolom, 11 perc sem telt el még a versenyből, úgyhogy. Azért mennek a villogtatások is, háttérben látom, hogy néha a flash-t azért bekapcsolják. Vagy csak most lehet, tudjátok, hogy mi az érdekes? Hogy megint csak a taktikát mondjam. Kis Balázs és Beke Péter, ők... Hoppá, várjatok, közben ott a -2-nél ketten is pályán kívül. 25-ös rajtszámmal. Az pedig Szabó László lesz, várjunk csak. Igen, új Szabó László, még hozzá a forgalommal szemben. Mi történt Lacival, még megnézzük? Hát ő is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon össze van törve az autó, Laci... és ki is szállt, ha jól látom. Hát Laci mellett itt nem volt senki. Hát... hűha. Itt valami lag... Hű... Ajajajajajajaj. Ez belaggolt itt valami Lacinak. Hatalmas lag volt neki, össze-vissza úszott az autó.
Hát ez lehet, hogy technikai internet hibái voltak. Nem is indul újra. Ó, és megvan a baj hátrébb is, ha összetudja, talán összetudta szedni, jó. Nástor Márk 28. helyen mögötte mentek ketten. Mégpedig Tóth Krisztián és Tóth László, akik egy kicsit összeakadtak. Hát én nem most... tudom, hogy megriplayezzük-e, de nézhetünk mást is, illetve... Hopp, bocsánat, hogy bele szakítok, de Szakácsi Máté a Hondával valahol, igen, áll a pálya szélén, a sikámból kifelé is. A falban. Telibe verve a falat, igen. Hát akkor nyomok Mátér és egy... Áááá, pont eltalált, talán Varga Gábor volt, az most nem biztos, hogy jól felismertem az autót. Megforgatták Mátét, és nagyon okosan egyébként nem a pályára... Aha, próbál visszafordulni, csak nehezen megy neki sajnos. Igen, valamiért tolatni akart minden áron, pedig szerintem... Nem sikerült szerintem... ...a fal mellett. Egy gázfőt sem nem tudta megfordítani, reméljük, hogy tud tovább menni Máté az elemelem színeiben. Az élen pedig Kovács Robi immáron 1,2 másodpercre fazokas Barnától, bár inkább az előnyes csak a kényelmes távolság, ahol már nincsen piszkos levegő is, nem teszed tönkre az első gumijaidat, hogyha az ember mögött mész. 25. hely. Szerintem érdemes odaugrani, Szú Csaba és Takács. Csaba, ő Bentlis. István, és Csabát mindenképpen meg kell említenem, ő még licensz nélkül, tehát a mezőny végéről rajtolt, rengeteg helyet jött előre. 25. hát az... Nem egy, tehát nem ismerem még Csabát, mert egyedül csak egy verseny futott nálunk ezen kívül, de az a verseny alapján elég jó versenyzőnek tűnik, és stabil. Igen, 14 helyet jött előre, úgyhogy neki a tempója úgy látszik, hogy abszolút sokkal-sokkal előrébb való. Majd megálltjuk, hogyha nem ha, hanem amikor megkapja a licenszét, akkor milyen helyezéseket tud majd elérni. Na most nagyon ott van Csaba. Sikámból kifelé, abszolút megvan az átfelés, nagyon szélesre is ment Takács, és hát Takács mondhatni, hogy félig meddig elengedte. Kicsit nem akart. Túlvédekezte talán, aztán lecsúszott a borosról. Hát nem is akart szerintem agresszívan bele leállni. Valószínűleg látta egyébként, hogy annyira jön Szú, hogy az nem az ő tempója, úgyhogy inkább udvarias volt. Bár azért a Sebestyénnel szemben Takács most már védekezik. De egyelőre úgy látszik, itt lezajlottak az akciók, és az Csaba előzésével nincs több izgalom, amit nézhetnénk. Hát nem is tudom, kit nézzünk, talán... Hát Papula Gábor a 20. helyen éppen elég közel van Auer Zsolthoz, de talán még nem egészen lőtávolságban. Merci vs. Merci. No. Öröm látni, hogy Auer Zsolt is most egyelőre még így a... Hát mondhatni a középmezőnyben, neki se jöttek azért jól ki az elmúlt versenyek, de mindig belekevered valamivel, de most ezt a Mercit egészen épnek látom. Úgyhogy... Szerintem most túlélte ő is. Ugyanakkor csak az érdekesség kedvéért nézzük meg a 9. hely kezdetével, Pénzes Ádám vezényletével a Lamborghini vonatot. Jaj, de szép. Ez a három lambó egymás mögött. Ez a hurakán annyira gyönyörű, hogy nem igaz. Hát Pénzes Ádám, Pesi Geiger, Viktor és Antal Isti. Ismerik is egymást, úgyhogy... Persze, nagyon jóban is vannak ugye Ádám és Antal Isti már nemrég egy... ha jól emlékszem, 6 órás már gondolom, hogy Endurance versenyen, egy kb. Hónappal ezelőtt volt, vagy hogy ott értek el nemzetközi szinten 3. helyezést. Úgyhogy meggratuláltam, de még egyszer utóra szeretnék nekik gratulálni, hogyha kibírom mondani. Mert igazán szép eredmény volt. Úgyhogy ők nyomhatják. A Fazekas Barna most egy hajszállal közelebb Kovács Robihoz, de közöttük igazából álló háború. És aki érdekes lehet, az viszont Jorge Hunor és Füzi Marcel, mert mind a ketten spórolnak, ugyanakkor Marcel kezd megérkezni Hunorra. És mint tudjuk, hogy a közöttük ez abszolút a bajnokságbeli pozícióért megy.
Én szerintem... Hát igen, csak egyelőre szerintem még spóroló üzemmódban inkább felülsz mögé és húzatod vele magad. Én is erre gondoltam, hogy valószínűleg Marci nem szándékozik kinyomni a így igaz, lelkét tehát és megelőzi mindenáron Hunort. Mint tudjuk, hogyha spórolsz, akkor nem mehetsz bele felesleges csatározásokban, mert minden dolog a körözésen kívül, igazítások, csatározások, stb. Minden fogyasztásodat növelik. Aztán nagyon gáz, amikor Tilbernél jó helyen aztán 500 méterrel a vége előtt fogy ki a benzin. Mert mondjuk 2 decivel többet fogyasztottál a versenyen, mint szerettél volna, úgyhogy tud ezen kellemetlen lenni. De ha valaki fegyelmezett, mint egyébként, ahogy az első 10-12 helyezett általában, akkor gyönyörű szépeket lehet így is versenyezni. Tóth Krisztián jön ki a boxból, de elég nehezen jön az a 36. helyen Tóth Krisztián. Mi történt azzal a Bentley-vel? Mármint az Astonnal? Bocs, Astonnal. Bentley? Hát az Aston az... Na, olyan nehezen, nem tudom, mi van. Villog a lámpája, szerintem nála valahogy bekapcsolva maradt a pit limiter. Iha, nem tudja. Most nem. Nem tudja kikapcsolni. Nem, továbbra is szög 49 km per órával megy. Ez eléggé... Le is húzódik Krisztián. Lehet, igen, hogy gondjai vannak. És inkább félre is. Szerintem nem tudja visszakapcsolni, vagy nem tudja kikapcsolni a pit limitert. Pedig ugye azt a másik menüben is ki lehet, csak lehet, hogy a nagy izgalomban. És megállt egyébként Krisztián az út. Na most elindul. Csak most... Nem, még mindig villog a lámpája, az még mindig pit limiteres. Ki kéne kapcsolni azt a nyomvat pit limitert, pedig nem tudom, hogy hova van neki bebindelve, hogyha őt is megviceli a kormány, és nem működik. Na most életre kell. Na végre akkor, most ha megvan mind az 500 lóerő, aztán mehetünk is. De mindig villog. Szerintem az lehet, hogy szerintem már úgy vagyok valahogy, hogy mindent is benyomott a kormányon. Hogy csak hogy bekapcsolja a pit limiter, aztán most már vészketyegőzik. Hát látunk ilyet egyébként a... A monzai versenyen is, amikor valaki az egész versenyt vészvillogóval teljesítette, de hát na, lelkünk rajta, engem nem zavar. Legalább igen, vicces. Volt már ilyen ablaktörlő is, hogy valaki száraz pályablaktörlőzött, mert hogy benyomott mindent is. Igen, hát nyilván ugye gamer körökben elő szokott fordulni ez a, na ezt meg hogy kapcsoltam be. Viszont ugorjunk az első két helyezethez, mert Fazekas Barna nagyon megközelítette Kovács Robit. Várjunk, csak azt mondja, hogy... Pedig egy másodperc Kovács volt Robi... a különbség körülbelül, most viszont nagyon ráesett. Igen, pedig Barna továbbra is map 3-on, Kovács Robi pedig map 1-en. Hát nehogy az legyen, hogy annyira agresszívra sikerült ez a verseny beállítása BMW-n, hogy bár szuper gyors volt, viszont elfogytak volna a gumik. 20 perc alatt megzabálta a gumiszettet, mert meg lehet csinálni olyan keményre, meg olyan nagy kerékgyűléssel. Mert ugye Fazekasban a továbbra is map 3-an spórolós üzemmódban a Bentley-vel, és nem tudom, hogy csak hibázott egyet-kettőt Kovács Robi, vagy megint fent hagyta a quali setupot, aztán úgy gondolta, hogy majd jó lesz a Hungaroringre is. Hát megsúgom, mivel a Hungaroring egy eléggé gumigyilkos pálya, iden fog menni, és közben a 48-as autó, amit mindjárt kikeresek a mezőnyből, az pedig Tóth Krisztián, neki továbbra is megvan a stop and go 30 másodperces büntetése az előző box kiállása után, úgyhogy szerencsétlen kiment a boxba, mert muszáj volt, benézte a gyorshajtás, és még a pit limiteresre akart kikapcsolni, úgyhogy hát Tóth Krisztián elnyerte az én szememben a verseny legbalszerencsésebb versenyzője címet eddig, de legalább kikapcsolta már a vészketyegült, hogy az is valami. Papula Gábor közben a pálya széléről jött vissza, de visszajött. Horváth Márki írja itt a csete, hogy Szabó Lacinak üzeni úgy mond, hogy legalább 3 kocsit tettél gajra a laggóddal, köztük az enyémet is. Az volt az akkor, mert akkor az lehetett a gond? Azt én is láttam, hogy ugye Szabó Laci a pálya szélén, és akkor nyomtam rá a replayt, akkor nálam elkezdett repülni, meg jobbra-balra teleportált a Laci autója. És nem tudtam, hogy mi van, de akkor... Hát az a baj, ezzel nem tudunk mit csinálni, mert amúgy, tehát hogyha kvalifikáció nem veszük észre, és teljesen jó az internet, ez bármikor előfordulhat, hogy gondolj, és az a baj, hogy ezt a pilóta nem is feltétlenül látja, mert ő csak azt látja, hogy normálisan megy a pályán, aztán, hogyha éppen nincs körülötte senki, akkor fel sem tűnik neki, hogy laggos a dolog. Hát mindegy, ilyenkor kell leállítani azt a bizonyos
Ilyenkor kell másik internet szolgáltatót keresni. Hát én sem tudom, hogy maradok az eredetinél, úgyhogy nem mint a mostaninál, mert kicsit nehézkesek a dolgok, de majd kiderül. Na és akkor nézzünk pici távolságokat. Antal István van 4/10 Repességeger Viktortól, ott még mindig a Lamborghini vonat. 9/11 helyen, hát ott a srácok viszonylag álló háborúban. Úgy látszik, hogy azonos autókkal egyik sem talál még fogást a másikon. Sajnos ezekkel a laggokkal, hogyha nem állandó, hanem hirtelen következik be verseny, akkor nem nagyon lehet mit kezdeni. És ez nem is róható fel akkor a feltétlenül a pilótának a rovására, mert lehet, hogy nem is érzékeli. Vagy én már találkoztam olyannal is egyébként, hogy a pilóta, aki laggolt, ő érzékeli, úgyhogy a többiek laggolnak és megúvta. Az esetet aztán kiderült, hogy nem. Aki megúvta, az laggolt, aki jó volt. És ezt nem fogjátok elhinni. Az imént töltötte le Tóth Krisztián a Stop & Go 30 másodperces büntetést. És megint gyorshajtott a boxban, és kapott még egyet. Ja Istenem, szegény. Hát ez őszintén részítem komolyan. Az az igazság, ilyenkor már tuti, hogy a többség feladta volna, mert miért, de Krisztiánnak végig kéne mennie, hogy azt a licenszhez közelebb kerüljön. Mert ugye fontos, hogy legalább a verseny befejezze. Szóval... Hát szegénynek nem jön össze. Hát legalább azért, ha másért nem. Mert igen, az, hogyha valaki, mit tudom, esetleg balszerencsés a boxban, vagy kétszer is benézi, mert annyira izgul, de egyébként meg biztonságosan vezet. Bár igen, azért történtek vele mókás dolgok, a pit limiter, a vészketyegő, a két gyors hajtás a boxban. Hát biztosan nagyon izgul szegény azért a licenszért, de... Majd küldök neki innen egy kis nyugi energiát, aztán hát, ha most már a verseny hátralévő részében jobb lesz. Aha, nyugi energiát, azt adom én. Vagy ő adjon nekem valamit, ami felpörget. Hallom, bár nagyon szűk szó vagy szótlan. Gondoltam, hát ha alszol. Hát néha bólintok. De ez nem a verseny minőségét, ez az én fáradtságomat jellemzi inkább. Na akkor kapcsolj Bálint te is az első helyre, mert ott megint megy a csata, meg barna. Meg még fontosabb, kapcsolj Pustutakra, hogyha esetleg bealszol és elkezdeni horkolni, akkor ne halljuk be. Szerintem Dani a legnagyobb örömmel kikkelne a csatornáról. Így van, hát igaz. Másra sem várok, csak hogy végre legyen valami okom erre. Hát és ugye, akkor az élen már csak... Igen? Parancsolj, Dani. Egyszerűen megtudjuk majd, ha Bálint elaludt, ha éjfélkor is meg itt van a TS-en, akkor alszik. Azt még annó régi szép időkben, amikor készültünk hosszú órás versenyekre, Vajk volt az, akivel... Mindig mondom, akkor egy 10 perc múlva jövök. Aztán mi már régen abba hagytuk a gyakorlást, és így láttuk, hogy ő még reggel is. Úgy volt, hogy nem egyszer bealudt a kis ülésében. Na, jártunk mi is így annó. Mikor egy átmulatott éjszaka után, ugye annó az még a nagy World of Warcraft időszakban, egy haverom, egy barátom megbeszélt, barátaim megbeszéltük, hogy jók, ha hazamentek, de volt már, hogy hajnal nem tudom hány óra. Ha hazamennek is, akkor majd ők ovozni fognak. Hát a srác bekapcsolta a gépét, és mire a gép betöltött, elaludt a székben. Úgyhogy ott éjszaka nem lett vavozás. 16. hely a két Martinis festésű autó. Szabó, Szabocs, Jambrus, Peti. Ádám csatát helyet? Nem. Majdnem, tehát Szabolcs előzte volna Peti, de Peti nagyon szépen kivédekezte. Viszont egy kicsit előrébb a Lamborghini vonat is. Pénzes Ádám, illetve Pestigeger Viktor csatáztak egyet szerintem. Én is azt láttam, hogy Pénzes Ádám mellett zöld nyíl és visszaszerezte a 9. helyet, szerintem ott a cél egyenesnek a végén történhetett támadás. És ennyi előttük volt valami sárga zászló, egy 48-as rajtszámú. 48 ismerős a rajtszáma. Tóth Krisztián. Nem, messze tovább ment, úgyhogy lehet, hogy csak lehúzódott, hogy valószínű, ne legyen útban. Tóth Krisztián lesz az a nem is tudom minek nevezzem őt, továbbra is a legbal szerencsésebb pilótának. Mindenesetre, ha ezek után is ugye Krisztián végigviszi, azért az értékelni fogjuk értékelendő. Az igaz. Viszont azért Tóth Krisztián autójának a hátsó paneljén az a
DeLonghi szponzor, az elég vicces. Nem tudom, honnan szedte ezt a fest, és viszont ifjabb Sebestyén Csaba a Porsche-val a sikámból kifelé pördült meg. Várjál Csaba, várjál, na most menj. Nyomunk egy replayt erre, gondolom én rázókő lehetett? A rázókő valószínű Porsche lévén eldobta és nagyon okosan lekormányozta a pályáról. Hát picit neki koccant a falnak, várt négy versenyzőt és indult tovább, úgyhogy bárki akinek kérdése lenne, hogy hogyan is kell biztonságosan visszajönni a pályára. A jobbos balosban. Közben csöndben megjegyezném, hogy lassan családi verseny lesz, mert ugye van egy Sebestyén Csabánk, meg egy ifjabb Sebestyén Csabánk, és ugye Füziből is kettő van. Úgyhogy ez egy ilyen nagy családosok verseny pályája. Ja, akkor a két Sebestyén Csaba, ők is családtagok? Igen, igen, ők is rokonok. Ők is apafia. Ó, hát... Legalábbis én is azt feltételezem, mert az egyik az ifjabb. Ó, 22. hely közben Szucsaba ismét egy előzésen túl a Bentley-vel a célra... Célegyenes utáni első jobbosban Varga Gábor utasította maga mögé, úgyhogy Csaba mellett immáron 17 hely előre lépés, viszont van még egy versenyző, pillanatra akár rá is tettünk a kamerát, aki még többet előzött, az pedig Nagyváti Tamás, jól mondtam a nevét, Dani, segíts kérlek, hogy neki a második A betű, az a hosszú, igen, tehát ő a 20. helyen van is, és a 40-ről indult, úgyhogy ő is igen-igen igen, neki is egy tempóban. Egy hibamentes verseny hiányzik a licenszegy, úgyhogy Tamás eddig is nagy abszolút erőkkel. Megvan, tehát szemtelenül erős tempóban lépeget fölfelé, úgyhogy akkor úgy érzem, amint nekik megvan a licensz, akkor egy újabb Bentley-t és egy McLarent végre, aminek nagyon örülök, ugye borzasztóan erős autó mostanában a McLaren, csodálkozom is, hogy nincs egyébként az ügynek az elejében, de hát ha akkor Nagyváti Tamásnak a vezényletében egy igazán gyors McLarent köszönhetünk majd a mezőnynek az első traktusában. Tamást az Nvidia. A Lamborghini vonat mögött a két BMW most nagyot csatázik 12.-13. helyen. Bilenszky és Szűcs. Hú, igen, mi van itt? Előrébb is lesz majd, de akkor nézzük egyelőre a BMW-ket. Bár úgy láttam, hogy ők most egyelőre, mintha letudták volna, hú, ott egy kicsit elaludt az a zöld NSX-a féktávon. Messze volt még az? Mégpedig Cinolter, de nagyon szépen, nagyon messzire jött, de kimentett a jobbra, úgyhogy ügyes volt Cinolter. Lehet, hogy így száll le a lóról. A kus így szoktam lelassítani. Viszont azt néztem, hogy Beke Péter és Györki Dani egyébként, akit már említettem egyszer-kétszer a időmérés a verseny során, megtámadta Beke Pétert előzőleg a célegyenesben, és most sincs még olyan sokkal lemaradva, fél másodperc pontosan a különbség, úgyhogy én személy szerint rajtuk maradnék. Mert amint a célegyenesre fordulunk, majd érdemes megnézni a két autó között a különbséget, hogy mennyit csökken. Úgyhogy segíts addig... egy pozícióval, mert nem találom. Hetedik, bocsánat, hetedik és nyolcadik elnézés, hogy nem mondtam. Lehet mondtad. Bálint már be van lassulva, így vasárnap estére. Ő már be van mindenezve is, úgyhogy. Ne, az a bent piával nem készültem, lehet ott rontottam el. De túl józan vagy, látod? Na nézzük akkor az egyenesben a Lexust. Hát elég rövid az egyenes. Most, hát igen, most kicsit azért növelte az előnyét Beke Peti. Nem veszélyes rányőrki. Nem jött ki. Viszont Fazekas a második helyen nagyon ott van Kovács Robi. Hát szó szerint tolja le Robit. Igen, de előzni viszont nem tud. Úgyhogy Barnának most ilyenkor nagyon nehéz, de türelmesnek kell lennie. Mert azt mondja, hogy Map egyen megy továbbra is Kovács Robi, tehát én azt mondanám, hogy egyszerűen elsütötte, vagy megfőzte a gumiszettjét. Mert hogyha jól ismerem, akkor lehet, hogy megint bent hagyta a kaliszetapot, úgy gondolta, hogy jó lesz. Viszont ez a pálya ezerszer jobban eszi a gumikat, mint Monza vagy Mount Panorama. Úgyhogy emiatt ez lehet, hogy egy eltaktikázás, semmi gond. Igazából amit tartja a helyét, addig jó, ugye a Hunor a harmadik helyen már 6,7 másodpercre, és igazából Barna annyira nem támad szerintem, hogyha Robinak még talán túlságosan védekeznie sem kell. Lott Krisztiánnak hogy van még egy Stop & Go 30-a? Még mert szerintem nem ment vissza. Ja, még azóta nem ment le három hát kör. Reméljük, hogy... nem is remélem, hogy nem egy újabb. Hát az már tényleg a bal szerencsére továbbja lenne. Még egy kicsikét tovább ütve a Fazekas Barna kérdést, hogy viszont amennyiben őt meg éppen feltartja a belassult BMW, mert hogy valószínűleg ő is ugye a P
pedál to the metal taktikám van, akkor előbb vagy utóbb neki viszont lépnie kell. Igen, csak az a baj, hogy a map 3-ban a Bentley azért annyira nem erős, mint egyem. Nyilván. Viszont azt mondom, hogy Barna ezen a dolgon sokkal kevesebbet veszít, mint Robi, mert hogyha türelmes marad, nem előzget és nem pazarolja el a benzinét, akkor igazából Humor nem gondolnám, hogy utol fogja érni. Főleg úgy, hogy ha Robi kiáll előle, akkor Barna még gyorsulni fog, mert akkor már fogja tudni a saját tempóját autózni. Tehát nem gondolnám, hogy Barnának az első helye veszélyeztetve van bármi vagy bárki által is. Cinolter közben a boxban, illetve Tóth Krisztián is a box utcában, tehát ő most megint megpróbálja letölteni, gondolom, a stop and go-t. Igen, Cinolter egyébként lehet, hogy ő már tervezett cserén van kint, nem tudom, mert lassan azért még annyira nem, de körülbelül egy 10 percre vagyunk a verseny felétől, inkább 7-re. És sikerült. Krisztián letöltötte a stop and go-t. Na, akkor most már végre eltűnt a nevem elől, bár szegény a legszívesebben nyomtam volna egy törlést, mert hát ez már tényleg a bal szerencse. Ezzel Hunat néztem egy pillanatra, és a sikámban akkorá driftelt, hogy nagyot. Hát ott Hunor és... Lehető is így száll le alulról. Lehető is. Hunor és Füzi Martinát, ad ez az érdekes, majd szerintem az utolsó 10 perc, hogy kinek mennyi üzemanyaga marad, hogy mennyire tolja föl majd a motort. Ja, hogy előfordulhat az, hogy visszatudják a motort tekerni. Hát... Hát én arra számítok, ugye most gondolom, én nem tudom, hogy Horhi hányos mapon megy. Füzi biztos... Akkor az nem a max, tehát Füzi se a maxon megy. Nem, tehát az konkrétan 4-re van a maxtól, mert map 8-on a... Map 8 ugye a legerősebb a Porsche-nél, a map 4 az erősen spórolós. Mert tudod, azért... a Mercinek nagy a tankja. Azért arról híres, és hogyha... Marci tud annyit spórolni, hogy az utolsó pár körre megnyomja, akkor ott lehet, hogy lesz még egy csata Marci és Hunor között. Na most egyelőre most Marci tudatosan szerintem beállt Hunor mögé. Meglátjuk. Hát nem az, hogy tudatosan beállt, csak ugye így, hogy le van tekerve mind a két autóban a motor, bár a Merciben még mindig igazából konkrétan több, mint másfél szarannyi köbcenti van, de így, ugyanezen a pályán amúgy is nagyon nehéz előzni, tehát hiába van szélányiban Marcel, de... Viszont ez gyönyörű tényleg itt a 9. helytől visszafele, amit Péndes Ádám vezeti ezt a sort. ez mióta, igen, körök óta így vannak, csodálatos. Igen, viszont Pénzinek sietnie kéne, mert mögötte már 4-en sorakoztak fel, ugye 3 Lamborghini, és most már ott van Szűcs, Bence, illetve Bilánszki Gergő is lassan. Úgyhogy Ádámnak a tempója az talán kicsit lejjebb van, mint a többieké. Illetve, bár bocsánat, map 2-n van Ádám, ahogyan Viktor is, illetve Antal Isti is, úgyhogy egyikük sem fog kijönni. Úgyhogy szerintem azért nincs itt ilyen nagyon nagy csatározás, mert... Viszont Szűcs Bence most megközelítette Antal Istit, ott van mellette. Próbál belsőn elfordulni Bence a BMW-vel. Üha, megvan a festéksere. Isti egy picit kitette a vállát, de ugye tőle megszokott módon azért ez még csak egy enyhe kis ütés volt. Ó, mennyivel jobban jött ki a BMW a szűk kanyarból. Igen, ezt mondtam, hogy a BMW-nek borzasztó tapadása van kifelé kanyarokból, kigyorsításon. Azt hittem, a box utcába akar jönni először a BMW. És ugye Szűcs Bence, ő nem spórol, mögötte pedig Bilánszki sem, úgyhogy a két BMW most abszolút max erővel támadhatja a Lamborghiniket, és nézzétek meg így, hogy Istinek védekeznie kell, már néhány autónyival le is maradt Pesti Égen. Közben viszont a Bentley támad, bocsánat, elől, fazekas Bence, nézegeti már a réseket, elég aktívan. Hát az már egy ideje nézegeti egyébként, de Kovács Robi azért nem hagyja magát, ő egy én egy nagyon stabil versenyzőnek. Igen, csak meg. Hogy most beérik, hogy jól látom, az Ungvári Rajmund lehet a lekörözött versenyző, nagyon szépen félre is állt. Igen, félre is lép bent, abszolút. Ilyet láthatunk ugye pont a mai F1-ben, hogy Monaco, mondjuk az Monaco volt, de ott se volt könnyű a lekörözők dolga. Hát vannak olyan nyelvek, amik azt mondják, hogy a mai monacói pálya az már, illetve a monacói pálya az már a modern Forma 1-nek nagyon nem való.
És ezzel egyre jobban kezdek egyetérteni egyébként. Mert DRS ide vagy oda, de egyszerűen esélyed nincs előzni. Ügy Bence mindig rajta van Antalistin, nem ereszti. Rajta is lesz. Itt bejönünk Ügy Bencéhez. Gyere, megnézem belülről ennek a BMW-nek valami hangot igazán csinálhattak volna, mert... Még egy igazi tökös sorhat BMW, pont ahogy szeretjük, és hát... Szerintem édesanyám villanyvarrógépének van otthon ilyesmi hangja. Mind a mellett, hogy pakol ilyen gyors. Ó, és közben Tóth Krisztián kapott egy... Jajjaj, mit? Egy box utcát hajtásos büntetést. Az valószínű akkor... Pár elhagyások. Igen, vágás elhagyás, úgyhogy... Hát... Krisztiánnak ez nem jön össze ma. Ez nem, tehát... Gyebestén... Valószínűleg a Hungaroring nem kerül föl a kedvenceik közé. Gyebestén Csaba nem. Is a boxban van, az ifjabb. Viszont... Tóth Krisztián a boxban van, és úgy van a neve mellett a drive-thru, úgyhogy még egyszer ki kell jöjjön, ha még... Jó, igen, szerintem ő box kiáll most tervezetten, és akkor még egyszer ki kell jönnie, hogy letöltse a büntetését. És reméljük, hogy lassan jön ki. Igen, Krisztián, közben kérlek... 20. helyen egy Honda előz éppen egy BMW-t. Hát ennek már a említésétől is felállt a tarkomon a ször. Adj neki akkor egy 30 másodpercet, hogyha látni akarod. Nem, annyira nem egyébként, tehát nem vagyok azért annyira Honda fanatik, mint ahogyan azt néhányan gondolják. Én is szeretem őket. Jó kis márka most nyilván, de természetesen német autók között is nagyon sok van, amiket nagyon szeretek és tisztelek, szóval. Itt Krisztián közben a csetre. Aki elvileg versenyzik a pályán. Szerintem ő már nem. Hogy mit nem? Már elég. Már nem. Jaj, Krisztiánnak elege lett, hát nem csodáljuk Krisztián. Ahogy néztük, amennyire balszerencsés, hogy ezen a versenyen, hát érthető. Hát Krisztián, rád bízzuk, egy biztos, ugye azt, hogy mondtuk is, hogy kettő befejezett verseny kell legalább a licenc megszerzésére, ezt szem előtt tartva döntsél. Úgy hát éppen hogy is mondjam, megszerezheti Krisztián a licencet az utolsó versenyen, és illetve lesz, hogy a fanverseny nyáron. Talán nem is egy, hanem több is, majd meglátjuk. Úgyhogy nem történik semmi igazából. De csak... ez most már tényleg a bal szerencsére továbbja volt ez a mai Hungaroring neki. Jó, 7.-8. hely. Lexus és egy Porsche egy már, hát most már nem, de előbb még egymás mellett voltak Szonyék. Tényleg be vagyok no, a akkor... Általában én szoktam mondani, előbb és Dani hallgat el, de most... Másodjáról lövi el előlem. Muszáj felpörögnöm, mert Bálint az alszik. Nem baj, Bálint. A fizetésed így is ugyanannyi lesz, mint eddig, úgyhogy ezen ne aggódjál. Aludj nyugodtan. Ez vigasztal engem is, hogy az nem változik. Sose fog változni, akárhogy teljesítesz. A nulla a legszebb szám a világon. Olyan szép kerek. Igen. És mindenre jó, érted? Tehát arra is jó, hogy azt mondd, hogy most akkor fizetésemelés, kapsz 0 forintot, tehát mindenre lehet használni, és jó jársz vele. Amúgy szerintem Füzi is elkezdte húzogatni Forkinak a bajszát. Hát ők már azért jó néhány kör óta gyötrik egymást, bár érkezik Marcel elég nagy tempóban, de nem, inkább beveszi. Bár most lehet, hogy beütötte Hunort a hintába. Nem Hunornak volt ez egy kicsit jobban megfékezni és befordítani a Porsét. Gergő, ha van rá érkezésed, annyit nézd meg, légy szíves, hogy Marci most milyen mapon megy, mert most kíváncsi lettem, hogy feljebb nyomta esett, vagy hát, hogy erősebben... Igen, map 1. Marci feltette map 1-re. Megy a taktika. Hát nem tudom, úgy döntötte, hogy kijön vagy nem jön ki, de... Lehet úgy érzi, hogy most van annyi benne. Map 4-en van, és akkor ezért érkezik ennyire Marci, most már feltekerte a motort, csak ezzel viszont lehet, hogy akkor a box taktikáját teljesen átváltoztatta. Vagy nem is tudom, hogy valaki számolgatja neki a benzint, hogy felkapcsolt és most már végig tud menni egy tankkal, nem tudom, map 1-en is, nem tudom.
tényleg nem tudom, majd kerül a vége felé. Hogy csak eddig kellett-e Marcinak spórolni, ugye most már túl vagyunk a versenynek a felén, bőven. Úgyhogy látunk is az boxban néhány embert. Közben ifjabb Sebestyén Csaba, hát a télegyeres ráfordítóban. Húha, mi történt? Porsinak törött az orra. Nyomunk egy replayt. A hátulját is. Kicsit sok replayt nyomtam rá, 30 másodperc az kicsit sok volt, de így legalább nem maradunk le. 16 szöget láttam, csak annyit láttam, hogy nagyon furcsa szögben keresztbe kifelé csúszik a kanyarba, a Csaba bele a falba. Most fordul rá a cél egyenese Csaba, és szerintem a szokásos történet itt meg fog csúszni. Aha. Rázókő? Nem is rázókő, egyszerűen az aszfalt közepén csak eldobta. Meg viccelte a kipörgésgátló, nem tudom, hogy milyen kipörgésgátló értéken megy, de meg is tudom nézni. TC3-on van az, tök általános, hát lehet, hogy egy kicsikét kövérre sikerült az a gázadás a kanyarból kifelé, aztán amiatt ment el a dolog. És az élen pedig, most már fazekas barna külső íven, de előrébb volt még az előbb, és itt a hármas kanyarban meg is van barnának a pozíció. Ezt a replay keretében megnézzük, mert erre maradtunk. Jelenben bocsánat, akkor majd. Mindjárt látjátok. Külső évről előzi Barna még hozzá Robit. És igen, innen látszik beigazolódni az, amit mondtam, hogy Robi alól szerintem teljesen elfogytak a gumik. Vagy a guminyomást számolta el, és nem tudta rendesen belőni ehhez a hűvösebb pályához, mert ugye most már 21-21 fokunk van. A qualin pedig 24-27 volt, hogyha jól emlékszem, hogy valahogy úgy. Szóval, vagy a guminyomást számolta el Robi, vagy ez a setup, amiben megölte a szettjét nagyon hamar. Krisztián írja a cseten, hogy inkább nézi a közvetítést, az jobb, mint a mai teljesítménye. Hát köszönjük ezt a bókot. Krisztián, csak annyit mondok, hogy ilyen előfordul, szüsszentj egy sört, nyugodj meg, higadj le egy kicsikét, nézd a közvetítést, szólkolj velünk, aztán majd a következő versenyen már higgadtan tiszta fejjel lehet megnyomni a gázt. Ez ilyen, ezt el kell engedni, kész. Másik verzió, hogy keress egy nálad kisebbet és keverj le neki egy pofont. Az is megnyugtató tud lenni. Bálint az így nevel. Hát nem így nevel, csak Bálint ugye amerikai focizik, aztán ott könnyű, mert falemberként operál. Úgyhogy kb. A pályán mindenki kisebb, mint ő. Na, hát boldog lennék, de sajnos nem. Kapcsoljatok szerintem a tizedik helyre. 9-től inkább. Ádám mögött megint föltorlódtak itt. Mondjuk Pesti Geyer Viktor már azért jó pár körön keresztül üldözi Ádámot. Igen, csak ő sem tud feljebb kapcsolni map 2-ről, mert spórolnia kell a Lamborghini-s brigádnak. Viszont a másik érkező BMW Szűs Bence még William tudta őket meg előzni, illetve megtámadni sem olyan nagyon. Viszont mögöttük is lassan, hát azért jó lassan, pár másodperc lemaradásban pedig Ambrus Peti érkezik az Aston Martinivel. Még közel van egyébként az Nagyváti Tamás, van Popula Gábor mögött a 16. helyen. És ugye Nagyváti Tamás eddig az előzés rekorder, bár Tóth Laci is 23-at előzött a 18. helyen, de Szucsaba 22-t a 17. helyen, a Nagyváti 24-et előzött és a 16. hely birtokosa most. Az Nvidia-s McLarennel, úgyhogy azt mondom, hogy itt másodpercek kérdése, hogy ő Papula Gábort mikor fogyasztja el. fél perc van vissza még a versenyből. Itt eső az nem várható most már, az előrejelzések szerint. Illetve ha jól látom, akkor egy fokot hűlt még a pálya hőmérséklete. Igen, már most csak 20-20, úgyhogy gyorsulunk. Persze gumanyomást azért nem átad, hogyha valaki ülődte, vagy a verseny végére is maradjon belőle valamennyi. Negyedik helyen Füzi Marci kinéz Hunor mellé, mögött. De Hunort egyelőre nem tudja beültetni a hintába. Nagyon szépen védekezik. Nem. És ugye, mint tudjuk, a Porsche-val azért szemtelenül rövideket lehet fékezni. És azért nézzétek, hogy azért Marci is. 8 órára fordulunk, és már igen csak kezd sötétedni. Azért még van nappali világosság, de
készüljetek fel, hogy most van az a pont talán, amikor nagyon nagy ütemben elkezd majd sötétedni a pálya. Erre volt egyébként kíváncsi, bár előbb megkezdte Marci azt, amit én, ami számomra kérdéses volt, hogy mikor kezdi el nyomni a gázt, marad-e annyi üzemanyaga. Hori hibázott, megcsúszik az autó és... Kifelé most már... a sikembobá, most kitessékeli fűzít. Ezt nehéz lesz vissza megfogni. Ha ezt ki tudod védekezni, akkor egymás mellett a két autó, elrontós, balos, még mindig... és az... Füzi egy kicsikét szűken akarta, csak nehogy... Jajajaj, csak összeszedi a Füzi. Összeszedte, azon szurkoltam, hogy le tudjon annyira lassítani, hogy a jobbosnak a végén ne üsse ki Hunard, de nem történt semmi baj. Hát ott egy kicsit összekoccantak, én ezt amúgy abszolút versenybalesetnek adnám. Hát nagy tempónál, nagy volt a tempó egyébként, szóval... Vagyis, hogy alig-alig eltek. Hát ugye az a kanyar azt harmadik teli, vagy éppen hoppá, talán egy negyedikes is, tehát... Szakácsi Máté a Hondával, igen, 644-es rajtszámmal a 3-as, 4-es kanyar falban. Ez milyen jó? A lehetős visszafordító balos. Nézzétek meg, ahol Szakácsi Máté a falban van, miért zöld zászlót lenget az emberke, azt nem tudom. Közvetlenül az... utána már zöld van, előtte van sárga. Pontosan ezt akartam mondani, jó, onnantól jó. Az már egy kettes számú pályarész, tehát hogy pont ott van a határ. Most változ fehérre. A... Valószínűleg a valóságban ott sárgát rángattak volna, igen, de... Hogy Szakácsi... Itt most pályaszakaszt néz. Hát próbál tudom, elindulni, próbál elindulni, csak lehet, nem tud. Lehet, hogy lefulladt. Na most akkor egészen szélesen, na egyébként nagyon biztonságosan, tehát tépen csinálja Szakácsi a visszajövetet. Hát csak, sok idejébe került, sőt, hát igen, pont ezt mondtam az NSX-ről, hogy az egyik legkevésbé megbocsátó autó, kicsit hasonlatos ebben a Porsche-hoz. És nem bír befordulni Szakácsi. Nem tudom, hogy a gumiai piszkosak-e még, vagy valami lett a futóművével. És hátrébb egyébként Kovács Tamás is McLarennel megpördült. Ő is ugyanott a 2-3-as kanyar környékén. És a... Tarapra a Lexus ment el mellette. Hát most sajnálom, hogy Füzi és Hori Hunor koccantak, mert most így Marci lemaradt 2 másodperces hátrány. Szagyám, de kis Balázs kezd megérkezni Füzire. Igen, azt néztem én is, így, hogy már most Marciának nincs szélárnyék a Hunorhoz. De folyamatosan így... csökken, illetve hát az is lehet, hogy azért ott az adokkapokban sérült az autó meg a gumi. A gumiját lehet, hogy picit jobban megette, viszont mapedjen van továbbra is Marcel, úgyhogy szerintem, hát ő vagy ki fog jönni a boxba, bár egy 25 perccel meglepődnék. Vagy úgy van vele, hogy most már akkor ő fogja bírni végig egy... És Kis Balázs is mapedjen van? Igen, ő is. Ők ugye jó ismerősök, tehát tudom, egy térszobában is vannak, úgyhogy nem hiszem, hogy köztük lenne bármilyen nagy, úgymond vérremenő versengés, de majd meglátjuk. A Lamborghini vonat pénzes Ádám vezényletével az még mindig ott van. Úgyhogy hát ez nagyon szép. Úgy látom, hogy... Most amúgy egy 7. helyen a Lexus Györkivel, a Lexust is tudnám ajánlani, mögötte Szanyi. Na hát igen, ők, tehát Bekepeti Györki, illetve Szanyi Gyula, ők már a verseny elejétől kezdve egymás közvetlen környezetében versenyeznek. Ugye Szanyi Gyula volt az, akit Kis Balázs kibökött a 2-es kanyarból. Viszont úgy látszik, hogy akkor Györki kezd most megérkezni Beke Péterre. És ők voltak már egyébként ilyen közel egymáshoz, csak akkor Györki hibázott egyet és kicsit kibillent a ritmusból, de úgy látom, hogy most újra erőre kapott a Lexus. Hát vagy a Beke Peti alul is elfogyott a gumi. Az is lehet egyébként, igen. Látom itt is. 26. helyet szerezte meg Auer Zsolt, megelőzte Takács Istvánt, és hát lehet érdemes Takács Istvánra is kapcsolni a 27. helyre, mert azért ott, vagy nem, ez lekörözés. Mellette ez, ment ez most el ez Hunor egyébként. Ez lekörözés, ez lekörözés. Ugye az lekörözés, illetve érkezik Füzi Marcon át, itt aztán döntsétek el, hogy kikivel van, meg merre van. Na igen, most ott Füzi Marcékat, meg Kis Balázs is el kell majd engedni. Igen, ugye ők a 2-3, tehát abszolút a verseny illóvasait
Balogh Zsombor szépen félreáll. Most pedig következő kanyarban reméljük, hogy Takács István is majd félrehúzódik. Ne! És eltalálta Hunort. Hűha, hát ez baj. Takács István. Ez nagy baj. Mi a... Nem hiszem el. Szegény Hunor. Hogy akartod befordulni, Takács? Komolyan mondom. Hogy aludt így el? Meg miért nem nyitott a kormányon? Szerencsétlen Hunorba kell, hogy ezen megy el a vezetőhelye a bajnokságban. Én nyomok egy 60 másodpercet erre, bár az sok lesz, de... Hát én egy 30-at szerintem egy... Hunorra. Jelen, az akkor már nálam csak át. Úgyhogy... És egy belső nézetet most Takács István belső kamerájában nézzük. Ajajajaj. Na nézzük, egyes kanyar így van. És a következőben ezt elfékezte, legalábbis kívülről úgy tűnt, hogy elfékezte. De ezt nem értem, hogy is mondjam, nem olyan tapasztalt versenyzők esetében, hogyha elfékezem a kanyart. És láttam, hogy nem tudok befordulni. Miért nem nyitok inkább a kormányon és próbálom kívülről kikerülni, vagy elmenni a másik mellett? Meg is csúszott egyébként, nem tudom, ez biztos, hogy... Az a baj, ez súlyos hiba lesz, mert ugye egy... Lekörülöző versenyzővel történt ez, úgyhogy ez extra súlyos. Majd a BT ülésen elmondjuk a döntést. Nézzük tovább, mert egyébként... Hát... Tízfekvő támasz. Percenként? Vagy másodpercenként? Hát úgy is. De tudod úgy, hogy... Jökjéket ajánlanám majd továbbra is, mert ők ott azért úgy nyesztetik egymást. Továbbra is, és szép most keresni. Tényleg nagyon sötét van. Nem sikerült van. Találni. Tépen fordulnak a kettesben. Igen, most itt a említett Takács István mögött haladnak, és őt fogják nem sokára lekörözni. Hát megmondom őszintén, én már előre félek. És egyébként azt látom, hogy Szanyi Gyulának a Porsche-ja élet fel nagyon így a hűves időnek a beálltával, meg a sötét beálltával, mert ő talán most jobban érkezik Györkire, mint Györki Beke Péterre. Na nézzük, most Beke Petit el kéne majd neki, így van, Takács is van félre is át, tehát figyelmes, csak hát az nagyon benézte szegény, de még hirtelen húztam. Az ott nagyon csúnya volt, tehát bocsánat, itt már kifogyott belőlem a jó indulat, meg a szép fogalmazás, ez egy ocsmány dolog volt, amit csinált. Elbasztott, na. Hát el, hogy gyakorlatilag a pontverseny második helyezettjét, aki hogyha befut, ahogy befut, akkor átvehette volna a pontversenyt a bajnokságban, ezáltal elsőként fordul az utolsó versenyre, az csak úgy simán letorpedózta a kettes kanyarban. Hogy klasszikust idézzek, elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Hát ez nagyon. És most fogják tiltani a csatornánkat. Ebben a pillanatban. Hoppá, közben 123-as pilóta egyszer csak sublimált a pályáról, így már nem tudom, hogy ki volt. Az pedig Pintér Robi Audival, a Saint Roland. Pintér Roland, de nem tudom, hogy... Pintér Roland, elnézést. A box utcában van, nem tudom, Roland, a boxban áll kint, és nem tudom. Nyomok egy 15 másodpercet, de az kevés neki. Pedig Roland nem ment rosszul. Abszolút nem. Lehet, hogy őt is valamilyen internetes probléma, vagy... Hát így viszont... Küzi Marci nagy szerencsére, így most feljött Marci a harmadik helyre. Nem valószínű, Hunor... És az a gond ugye, hogy Hunor ő már a motorját nem tudja visszatekni. Bár most visszatettem map 8-ra, úgyhogy úgy lesz valahogy... Maradék 20 percben talán kinyomja a Porsche-nak a szemét. Lehet, hogy akkor kijön Hunor box utcába. Lehet, hogy most már úgy tud menni, hogy maradt elég benzinje, hogy végigérjen a Porsche-val a maradék már csak 19 perc, néhány másodpercen meglátjuk. Csak az a baj, azt a 3,5 másodpercet, ami van, azt nem tudom, hogy le tudja-e dolgozni, bár hogyha Kis Balázs és Füzi Marci nekiállnak csatázni, mert Hunor látszik egyébként a háttérben, hogyha Kis Balázs nézzük. Ott csettenkedik a rövid egyeneseknek a másik végén, tehát nincs ő annyira lemaradva. Viszont nem tudom, hogy Kis Balázs meg tudja támadni Füzit, mert hogyha csatáznának, akkor lenne esélye Hunornak visszajönni. Így 20 perc alatt azt a 3,5 másodpercet, hát nem tudom.
esetleg a szerencséje lesz a lekörözésekkel, vagy valami maximum akkor, de persze a Hunor nem adja fel, nem olyan, de ez innen nagyon nehéz még akár egy pár pontot is menteni még Kis Balázsral szemben. Itt a Marcival szemben úgy, hogy megelőzi Kis Balázst. Egy óra telt el lassan a verseny kezdetekor, és most már látványosan besötétedett. Közben kapjuk itt a chat üzeneteket, hogy ott volt a rés. 6.-7. hely, Beke és Györki egymás mellett, a Lexus meg a BMW. Györki kívülről próbálkozik. De nem tudott betapadni a Lexus eleje, úgyhogy... Tonti Szanyit kapja meg a hátára, Györki nagyon. Hát a Menszerbe befelé azért az nem egy előzési pozíció igazán. Tonti Györkinek most igazán nehéz dolga van előre és hátra is folyamatosan figyelni. Hát így most egyébként Fazekas, nézem az időket, Fazekas Barna magabiztosan vezet 7 másodperc, a 6,5-7 másodperc a különbség. Hát ha csak nem üt be a világ vége, akkor ez Barnai nem már lehozza szerintem. Ahogy Kovács Robi mögött is egyébként 11 másodperce van Füzi Marcell, úgyhogy még Robinak ezzel a kicsit megtépázott tempójával is a gumiszett miatt nem hiszem, hogy problémája lesz. Hát Marcinak még lehet. Bár most Kis Balázs 3 tizedet veszített hozzá képest, Hunor viszont 3-4 tizedet vagy 5 tizedet nyert Kis Balázshoz képest. De meglátjuk, hogy a verseny végéig itt hogy alakulnak a különbségek. Majd ki kell számolni egyébként, vonat, mert... Bocs Gergő, majd... Semmi baj. Ki kell számolni, mert ugye egy futam eldobható nálunk, tehát az is lehet, hogy most ez nem is akkora veszeség Hunornak, mint hogy azt gondolnánk. Majd meglátjuk. Hát attól függ, mert ugye Hunor minden versenyen végigért. Kérdés, hogy Marci hol végzett, pedig igen. Volt olyan verseny, ami nem... Györki Danit hátulról megpöckölték! És így... Szanyi! Akkor úgy látszik, hogy... Nyissam meg egy 15 szeket, hogy mi annyi történt. Volt az, nem Szanyi? Mindjárt nézzük. Itt jön a Balos, de... sok volt. Ó, Szanyi nem tudott, de Szanyit meg hátulról utána a lekörözött versenyző a Dafos Asztonnal tolta meg. Úgyhogy igen, ott Györki, bár ő le tudott lassítani Beke Péter mellett, de Szanyi mögöttük nem. Ha az ismétléssel megvagytok, akkor 11-12, ahol Szűcs és Antal vívja a küzdelmét újra. És hát most már aktívan. Ők már nagyon régóta, de Szűcs Bence nem tudta egyszerűen megtámadni a három Lamborghinit. Még már negyed órával a vége előtt igazán érdemes lenne. Csak ugye, mint tudjuk, a Lamborghiniknek szemtelenül jó a gumikezelése. A BMW-k meg, hogyha jól tudom, egy picikét hajlamosak egy kicsikét elfogyasztani a gumikat, talán ez az egyetlen gyenge pontja az autónak, az egyik ugye a motorerő, a másik pedig az, hogy a gumikkal nem bánik annyira nagyon-nagyon kíméletesen, mint mondjuk egy Lambó, úgyhogy igyekeznie kell Szűcs Bencének. Közben ifjabb Sebestyény Csaba kapott egy box utcát hajtásos büntetést a 38. helyen. És kicsit előrébb a Beke Györki-Szanyi páros az továbbra is együtt, bár inkább most már csak Györki-Szanyi, mert Beke Péter ugye az előző kis koccanásnak köszönhetően meg tudott lépni egy pár másodperccel. Hát most azért Szanyi többet hibázott ezen a pályán, mert lehet, hogy nem jól emlékszem, és nem ő volt azért, mint ugye Kis Balázs is, mikor koccantak volna az elején valahol is. Ott is lett volna valami kisebb, apróbb. A Lambók csatáznak, bocsánat, mert most Pesti Geiger átverekedte magát pénzesen. Na hát, egy óra alatt csak sikerült, be tudnak-e fordulni be? Igen, hogyha úgy látom, Viktornál elfogyott a türelem. Hát Viktor el is lép szerintem. Mindig kettőn megy. Úgyhogy szerintem simán kifékeztem most már a célegyenes végén Pénzes Ádámot, és így az övé a 9. hely. Nem, Antal Isti fenekében továbbra is ott van pattanásként az a BMW. Az pedig, mint tudjuk, néha tud nagyon fájni. Hát, szerintem fáj.
villogtat is egyébként, most beültem Switch Bence autójába. Villogtatott is. Hogy mondhatná, hogy menjetek már! Hát tudod, a szokásos BMW-s villogtat, menjetek. Bár nem állt. Megy 30 centivel a seggedbe. Figyelj, itt most minden megvan. Tehát ez az abszolút sztereotipikus magyar BMW tulajdonos. Még parkolni nem látjuk, na. Még csak az autópálya viselkedését látjuk. Csak kíváncsiságból, mert én nem full grafikán futtatom a játékot, hogy nektek izzanak-e a féktárcsák? Abszolút, nekem én azt imádom az éjszakai verseny. Azt látom, de a féktárcsák azok nekem szürkék maradtak, de akkor valószínűleg a hiba az én nálam van. Na most nekem sem ízik egyébként szürcsé. Nekem se. Én sem maxon futatom, de azért fel van nyomva a grafikus, úgyhogy ezt látni kéne. Nekem is rendesen fel van tekerve, úgyhogy látni kéne, de nekem se ízik a féktárcsa. Hát a macska rúgja meg. Fel kell tekernem valamit, ez így nem mehet tovább. Jaj, én azon is csodálkozok, hogy... Ez az én perverzióm amúgy, hogy én az éjszakai versenyekben azt imádom, Le Mans-nál is, amikor jönnek hát az éjszakai képek. De a kipufogó pedig ízlik amúgy, tehát hogy igen, pedig arra kevésbé gondoltam volna. Örüljünk annak, hogy egyáltalán a BMW-n van világítás, mert lehet, hogy már javították, de a PS5-ös verzión a BMW nem kapott világítást. Ja, az vicces volt, tudom, nem lehetett vele sötétben menni. Igen, tehát hogy nem is, azért is rendeztek vele sötét verseny, mert hogy nem tudtad felkapcsolni a világítást, mert nem volt. Csak megzavarja az ember. Igen. És az ötödik helyen nézem, Hunart, ő inkább most már lemarad az ott kis Balázs, az inkább úgy van vele, hogy hát nem tudom, letekerte a motort vissza. Igen, letekerte map 4-re. Szóval... Viszont kis Balázs megérkezett Füzire. Igen, úgyhogy ha esetleg velük történik valami Hunarnak, akkor lehet esélye, de egyébként attól mind Marci, mind pedig kis Balázs jobb pilóták, mint hogy ebből baj legyen. Úgyhogy kíváncsi leszek. Én visszakapcsolok Antalistékre, mert nagyon más egyelőre nem látok, akit érdemes. Illetve nehogy nem, Sebesény Csaba a 26. helyen, 25-26 Balogh Zsombor előzte éppen meg a Porsét. Feljött Zsombor a 25. Az a féktáv! A Porsénak, és befordult! Úgyhogy Sebesény Csaba simán maga mögött tartotta, úgy néz ki Balogh Zsombort a Baffal, ha már... Hát visszaelőzte, igen, mondhatjuk így is, csak most pedig erőből jön az Aston a Mansellbe be, hát nem egy tipik előzési pozíció, de Sebestyén Csaba észnél volt, inkább egy kicsikét nyitott a kormányon, nem akart bajt, így 10 perccel a vége előtt. Úgyhogy ők akkor változatlan sorrendben folytatják tovább. Csökönyi közeledik egy kicsit még Ambrus Petire egyébként, 5 másodpercre. Ó, illetve... és most Antal Istin mellé beszúr. Az a BMW, és megelőzte. Na, akkor nézzük a sikánban, ott szerintem az lett, hogy behaintotta nagyon, itt úgy volt vele, hogy... Villogott végig, és igen, beengedte erőteljesen azt a féktávot, mélyre vette. Igen, Antal Isti is elfékezte, szerintem ő is kibillent egy kicsikét. Ez meglátta a jobbos tükörben Szűcs Bencét, úgyhogy... Ez ugyanaz a sikán lehet, ami a WTCR-ben Bence előzött Hungaroringen. Igen. Pont ugyanaz, bármilyen meglepő. Bár onnan mindig kifelé csinálta, itt meg most befelé. De ugyanaz most meg csinálta. Most már 10-esre villogtat. Szűcs Bence úgy van vele, hogy na akkor most fagyott el a türelme. Úgyhogy előhúzza a WTC-re skillsetet, aztán megmutatja, hogyan kell itt versenyezni. A Hungaroringában most szélesre csúszik. Igen, szélesre csúszik a mínusz egyben. Ó, meg is taszolhatja még kifelé Antal Isti is ezzel Bencének. Hát... Legalább a külsejében van, annyit el lehet mondani, de abszolút... Antal Isti? Antal Isti! A be tudnak-e fordulni, de be! Úgy láttam, hogy Isti is... kinyomta két lábbal a tűz alatt, aztán valahogy megbírt állni, mert Bence azért rázárta rendesen a kaput. Hú, hát a végére úgy láttam, hogy kicsit felfortak a... csaták. Csak meglett a szó. Indulatok. Most egyébként a 36. helyen Békefi Tamást előzi Neukum Ferenc. Ők is még egy jót versenyeznek a verseny végére.
Azért Tomi azért van annyira hátul, mert neki még a verseny legelején volt egy box utcáthajtásos büntetése ugye az összegyűjtött büntetőpontjai miatt, de tőle megszokható módon ugye. Gergő, javítalak, nem is a büntetőpont miatt, csak ugye az előző monzai versenyen már szigorúak voltunk a ja, többséggel, aki nagyon súlyos hibát, ugye hát, ahogy te mondanád, ami fáj. Dani összehúzta a szemöldökét és mondta, hogy ennyi. Én amúgy maradtam Szűcs Bencén, mert láthatóan a verseny mostani szakaszában jóval gyorsabb, mint a Lamborghini. Akkor úgy látszik, hogy neki mégis olyan a setupja, most már ő is kívülről próbálja Pénzes Ádámot a... De várjál, lehet, hogy szerintem itt csak táncba próbálta vinni, de nem sikerült. Igen, tehát mint azért tudjuk, Bencének megvan a racecraftja, az a bizonyos versenyzői pedig ré, tehát nem idegen már neki sem a Hungaroring, sem a versenyzés, úgyhogy szerintem ő itt még a... A múlt héten begyakorolta. így igaz. Drukkolok Ádámnak is, hogy eddig olyan szép versenyen volt, nem most történjen vele valami. Sajnos egyébként az tapasztalat azt mondhatja, hogy ilyenkor a pilóták, hogyha tényleg az egész versenyen centiméterekre autóznak egymástól, és nincs semmi probléma, és az utolsó pár körben történik meg az ominózus koccanás. Hát most ez ugyanaz, mint amikor egy cégnél senki nem csinál semmit csütörtökön délig, aztán csütörtökön délután jut eszükbe, hogy hú, még mennyi dolog van, aztán péntek délutánig megőrülnek. Hát ez most ugyanaz. Péntek kettőtől már a fűsenő. Hát figyelj, most ez Németországban így van, tehát annak hoppá, beszerző... Hoppá, és mentsz el be egymás mellett? És kívülre a Szűcs Bence! Ott tudta tartani a BMW-t, az kevés volt. Na látjátok, hogy nem kell félni az ACC-kres fizikától, hogyha jó pilóták versenyeznek normálisan, bár nagyon szorosan és nagyon keményen, nagyon jó versenyeket lehet itt menni. Úgyhogy Szűcs Bence, ő most már a második előzését tudja le. Mehet Pesti Geiger Viktor után, bár ott 2,2 másodperc a különbség, nem tudom, hogy a maradék... Hát durván 4 körben, maximum 5 körben beírje. Meglátjuk, de két Lamborghinit megelőzött Bence is a 10. helyi utalma. Most Ádám az lehet, hogy most így hirtelen ez, Ádámot ez... Meglepte, mert olyan, mint hogy érkezzen rá meg Antal Isti. Hát, Antal Isti érkezett rá az egész versenyen. Elől, igen, és szerintem neki elfogytak amúgy a gumiai, és azóta védek ezeket amennyire tud. Hát nem, hogy Ádámnak valahogy az egész versenyen nem volt meg a tempója, tehát a két másik Lamborghini is, Viktor és István mindketten gyorsabbak voltak tőle az egész versenyen, csak mivel mind hárman spóroltak, így nem tudtak előzni, bár most Pénzes nagyon szélesről kezdi a célra rát, így viszont a kigyorsítása lehet jó. Nyilván próbálj meg egy kicsikét húzatni magát Szűcs Bencével, de Szűcs Bence előnye már egy másodperc egyébként Pénzeshez képest, úgyhogy itt is kijön a tempó különbség. Megnézzük, hogy Pénzes Ádám Antal Istit a... Hát ugye jó barátját és csapattársát maga mögött tudja tartani még ebben a maradék 5,5 percben. Közben átkapcsolok a 8. Igen, ezt akartam mondani, a Szanyi Györki, illetve most már Beke Péterre visszaértek mind a ketten, Szanyinak volt esze nem gyötörni Györki Danit annyira. Úgyhogy utalérték Beke Pétert, hát meglátjuk, hogy kinek megy a gumia maradt, meg hogy milyen mapon tud menni. Mert Beke ő map egyen megy, tehát neki max motorerő, Györkinek nem, ő map 3-on, akkor azért nem haladt az a Lexus az egyenesben, illetve Szanyi Gyula map 8-on, az már egy feltekert Porsche, úgyhogy itt az első és a harmadik tagja a Tornak. És nagyon láthatóan a Porsche az nagyobb tempót menne. Igen, tehát... Tolja azt a Lexust. Menne, és hát az a baj, nem tudom, maradt-e annyi benzinje esetleg Györkinek, hogy vissza tudja tekerni, mert akkor aztán erősen megváltoznának a viszonyok. Vagy megváltozhatnának, de nem így. Védekező éven mindenhol inkább. Hát csak én nem tudom, hogy mennyire bízhat előzésben, de végre már látok egy Lexust is egyébként, pedig a Lexus az híresen benzintemető. Hát az utolsó 4,5 percre kapunk egy jó kis versenyt. Pálya északi részén 33-as pilótánk, Takács István, most jött vissza. Na hát akkor úgy látszik, neki volt még egy piruettje, ha már elhírhett után. Illetve Mészáros Gábor, igen. 29. helyen ő szembe a forgalommal. Szembe a forgalommal, ja. most meg is, áll irányba. Meg is pördíti az asztont, úgy látom a sikán viccelte meg, úgyhogy jövésebben mehet befelé. Picit törött annak az asztalnak az eleje, de ez még abszolút belefér, azt Györki, mondom. És Szanyira ugorjunk vissza, mert ott viszont tovább tart a szeretet. Egy
pillanat. Igen, Sanyi hogy... érkezik a Mansell felé, de nem. Lexusban azért van annyi erő, hogy ott tudjon maradni. Továbbra is map 3-ban a Lexus. Úgy látszik nem tudott maradni. Majd nem tudja feltekerni Györki. Maradék 3,5 percben gondolom már ez így is marad. És Beke Pétert. Hát, srácok, itt azért valami nagyot kell villantani, hogy meglegyen ez a pozíció. Számomra pénzes Ádám pozíció a kérdéses még, hogy Jantor is ti kergeti veszettül. Hát de már kergeti 72 perce, az a durva. Tehát... Szanyi most Györki mellett, már mögött. Nem adja fel Szanyi, most fognak a cél egyenesre ráfordulni, itt lehet, hogy bepróbálkozik Szanyi, de nem. Na, Szanyi szélesről kezd, de vége lesz a szűk, úgyhogy nézzük a Porsét kifelé a kanyarból. Rá hát, is ugrik amúgy Györkire. Egyenesbe hát gondolom a azért még... nem. Hú, várj, most a Lexus nagyon elindult. Nem, még mindig ma a pármom. Feláldja meg! Még olyan jó látni egy igazi ereje teljében dúskáló Lexus, de úgy látszik ez most nem az a verseny. És bekecsúszik szélesre a kettesben, de mégsem annyira szélesre, hogy baj legyen belőle. De tényleg láthatóan a két mögötte érkező gyorsabb, és ezen kívül ugye, hogyha megnézem Fazekas Barnát, hogy hol jár, azt mondja, hogy 1.45 van hátra, és pont most járnak le a körödük, úgyhogy ez már az utolsó kör lesz, illetve ugye egy kör lesz még ezen kívül mindenkinek. Antal Isti pénzes... És közben Szanyi, nem visszaverték a támadás, egy csöndben hát vagyok. Most meg vagyok lőve, hogy bár ott van a Lexus nem biztos, mellett, hogy visszaverte. Ugye S kanyarokban, most jön az elrontós balos, most megint meglépett Beke Péter. Ugye Szanyinak még azért lesz egy köre, de valahol tényleg meg kéne próbálnia behajintani a Porsét, aztán kis túlzással lesz, ami lesz. Ott van, tapad folyamatosan, de... ezen a pályán nagyon nehéz előzni. Hát főleg egy Porsche valami nem a motorerőről híres. Hát, hogy is mondjam, nem az erejével van a baj. A légellenállásában van a baj, bármennyire is buborék formája van. Na és akkor most néző Szanyinak most lesz az utolsó nagy féktávja a versenyen, ahol megpróbálhatja, hogy az a baj, a Lexus még map 3-mal is megy elfelé. Ugye most talán egy lekörözött versenyző miatt Szanyi nem is tudott támadni, sőt el is fékezik kicsikét az egyest. Én inkább azt mondom, kapcsoljunk vissza a tizedik helyre, Switch Bence, mert támadja. Bence támadja Pesti Geger Viktort, de beérte a Lambót. Akkor csak beérte, akkor sikerült le dolgozni, és ugye nekik még hátra van az egy kör, úgyhogy meglátjuk, hogy Bence esetleg a sikán környékén tud-e valamit villantani ismét. Ahogy szokott. Ahogy szokott, igen, az neki már olyan törzs helye, mint nem is tudom mi. Mondd csak ki a sarki kocsma. Á, én annyira nem hiába, soha egyébként. Nem hiába kocsma fut itt teljesen a kommentátori szoba neve. Jaj, jaj. Meg egy pia neve a jelszó. Igen. Na, a közben nem, hogy az elsőt leintették, csak szólok. Úgyhogy az Fazekas Barnának gratuláció. Jön Kovács Robi, most fordul rá a cél egyenesre, ő lesz a második. Villogtat is. Közben Szűcs Bence továbbra is rátapadva hátulról Pessi Geiger Viktorra. Hát Pessi Geiger már olyan szélesen, hogy nagyon szélesen. A sikán elmaradt, ott nem volt meg az előzés. Közel volt nagyon Szűcs Bence egyébként, de... most is védekező éven. Közben a Hunor is beér, hát nagy bal szerencsés versennyel. És akkor a Beke Péter, Györki, Szanyi Gyula hármas is változatlan sorrendben. És akkor, a kettő, vagy másfél kanyarja van még, de szerintem Pessi Geiger Viktor innen már ezt megtartja. Hát Szűcs Bence hatalmasat versenyzett egyébként a végére, de a három Lamborghiniből idézőjelben csak kettőt tudott megelőzni, úgyhogy
Pessék Eger Viktor 9 és Szűcs Bence zárja a top 10-et, valamint Pénzes Ádám rajthelyéhez képest 2-t veszítve Antal Istival a háta mögött beír a 11. helyen. Hű, és lassan már mindenki volt. Más is. Hát ez egy szuper verseny volt, az biztos. Az igazság, meg vagyunk elégedve, mert szép, szép rajtot láthattunk. És immáron teljes sötétségben. Sokan visszateleportáltak a boxba, de én mindig szerettem egyébként lerúni szépen 3.-4. alapjáraton ezt a tiszteletkört a verseny után. Igen, meg vissza kell hűteni a motort. Néz ki. Meg a fékeket is persze, tehát nem lehet forró autóval megállni. Hát gratulálunk minden célba érkezőnek. Legfőképpen a top 3 fazekasban a Kovács Robi és Füzi Marcinak. Sajnos, hogy nézem, 6 kiesünk van, jól látom. Nem vészes ez a kiesőknek a létszáma sem. No, elmegyünk egy perces szünetre, és akkor hamarosan jövünk az interjúkkal. Én azt nézem, hogy már az interjú anyagok az interjú szobában vannak, úgyhogy rövid interjúkkal hamarosan jövünk, maradjatok velünk. Meghoztuk az interjú alanyokat. Visszafele megyünk, úgyhogy kezdjük a harmadik helyezetünkkel, aki nem más, mint Füzi Marci. Szia Marci! Sziasztok! Hát némi úgymond szerencsével, ugye, mert ott Hunorral versenyezte nagyot, aztán Hunor sajnos kapta az ívet, és egy lekörözött versenyző kiütötte. A harmadik helyen értél célba. Milyen volt a verseny? De azt láttuk azért, hogy te sem meg Hunor sem mentél maxon, legalább az elején. De. Végig. Igen? No, hát akkor... Ez volt a max. Ez teljes, tényleg padló végig, izomból, izzadva. Mármint, hogy nem egyes motortérképen, szerintem azt akarod mondani. De. Néha visszaraktam kettesre, hogy biztos ja, elég legyen. Lehet, hogy pont akkor néztem rád, amikor a map 2-n mentél. Ja, talán 2 kört mentem úgy. Nem, tényleg ez végig mindent beleadva, ez ennyi volt, hát szar ez a merci sajnos, esélyben. Szerintem örülnének csak, hogyha így menne a... De hát, persze... Nem tudom, most tényleg gyakoroltam egész sokat, mert ugye nem volt setupom, aztán kellett csinálni magamtól, és kiderült végül is, hogy a Coach Davis setupnál egy másodperccel jobbat sikerült összeraknom. Uha, az kemény. Az igen. Elkérte tőlem valaki, az... és ő egyből egy másodperccel jobban tudott vele menni. A Coach Dave-es setupok azok, hát gondolom azóta már update-elték őket, mióta megvan az 1.8.
Legalábbis hát ilyen lett volna. Mindegy, Marci ebben volt. Marci, ettől függetlenül gratulálunk, jön még egy ugye szezonzáró Nürburgring. Mennyire van a kedvenceid között? Nem tudom, ilyen sima pálya, nem tudom, nem is szeretem, nem is utálom, elmegy. Meglátjuk. Gratulálunk a dobogó harmadik fokához. És akkor a Kovács Robihoz fordulok, aki a második helyen ér célba. Szia, Robi! Robi nincs itt. Sziasztok! De itt van. Te itt van, itt van. Itt Kovácsból kérdeznék is egyet. Robi, igazam van-e esetleg, de abszolút csak kérdés a dolog, hogy megint a Qualis setup-pal mentél, csak megzabálta a gumiaidat 20 perc alatt. Nyertél. Lottoznom kéne. Azt látok, hogy nagyon mentél az elején, csak nem. Tényleg a 20-25 perc elteltével fazakas barna nagyon rád esett, már pedig ő csak a három ment. Barna gyorsabb volt. Barna gyorsabb volt. Hát ott az észrevettem, amikor fölkapcsolt még egy fokozatot, mert az... Igen, volt, volt még olyan egy, is. Ott még csak nem is hibáztam abba a körbe, mert előtte egy kicsit elmentem tőle, akkor egy kicsit nyugisabb volt, és akkor egy körbe belehibáztam, egyből ott volt a fenekembe onnantól végig. Csak hogy olyan körön egyszer csak ott volt egy centire tőlem, amiben nem is, tehát tök jó részidőm meg volt. Meg hát kívülről a kettesben. Ja. Hát tehát valahogy olyan tapadása. Olyan tapadás előnyben volt Barna. Ott, már, ott már nekem nem volt, de egész jó bírta ahhoz képest. Tehát ilyen 30 percig még tűrhető volt. De onnantól kezdve egyre jobban fogyott sajnos alattam a gumi. De próbáltam én konzervatívabb setupot, és csak rosszabb lett. Tehát mentem egy három ilyen versenyszimulációt, és nem lett jobb. Oh. Úgyhogy teljesen más irányt kellett választanom, sőt, inkább agresszívebben. Hát ennyi futott, úgyhogy ebben ennyi volt. Gratulálok a Barnának, már brutális tempót ment. Hát akkor ez a verseny most egy kicsit technikai oldalról nem sikerült a legjobban. Minden esetre gratulálunk, hát egy gyönyörű második helyet hoztál. Így első van. Helyről igen, a kvalifikáción, úgyhogy azt mondom, hogy abszolút semmi szégyelni valódni, sőt, hát tényleg csak gratulálni tudok a helyezéshez. Köszönöm. Így van, de akkor már, hogyha Fozekas Barnát emlegettétek, akkor fordulunk is Barnához, aki behúzta ezt a versenyt és megnyerte a magyar nagydíjat. Szia Barna, gratulálunk! Sziasztok, köszi! No, hát ugye ez most már kellett azért neked az előző vagy két futam előtti, nem tudom pontosan, amikor technikai problémáid adódtak, úgyhogy azért ez már... Hát amikor a kormány is akarja, akkor simán akkor jó, ez a végeredmény, vagy nagy eséllyel ez a végeredmény. Azóta már új van, úgyhogy ezt talán nem adni kell. Szabad megkérdezni, hogy miért szereztél be? Egy Thrustmaster T300-at. Ó, az már egész csinci, úgyhogy akkor hát a Logitech is. Után ez elég nagy ugrás, úgyhogy... No, hát... mondjad, Gergő. Ó, semmi, csak. Akartam közösszön. Barna, gratulálunk. Kicsit, hogyha, bár azért nem volt annyira könnyű versenyed, vagy igen, tehát azért nem hát, tűnt annyira. Igazából úgy voltam vele, hogy megyem a saját tempómat, és akkor talán a Kovács Robi nem fogja kibírni. Bejött. Egész nyugodtan mentem ott, nem tudom, egyszer megpróbáltam megerőzni az első kagyarra, nem jött össze. Úgy gondoltam, hogy utána követem. Aztán utána untam meg, és úgy rákapcsoltam. Jaj, addig elég sokat tartalék voltam. Hát minden esetre megvolt a foganatja, és beúsztad ezt a magyar versenyt, úgyhogy gratulálunk. Ezzel azért most hoztál előreléptél szerintem a táblázatban. És akkor még kettő interjú alanyunk van itt, akik, ha bár nem a top 3-ban végeztek, Hunor és Szakácsi Máté, akkor kezdem Mátéval, mert Hunor az érdekes lesz, így ott van egy kérdése majd. Itt van Máté. Szia Máté! Hello! Segíts nekem, légy szíves, hogy hányadik lettél, mert nincs meg? Hát ott nagyon hátul lettem végül. A 30. Igen. Végül 30. hely lett a 12. kvalifikált helyből. Hát akkor az... Nem, 11-re kvalifikáltam magam. Hát akkor azért egy... Mi történt így röviden, hogy gondolom én eseménydús, esetleg koccanásokkal teli versenyed volt, és az volt az oka? Hát igen, 7. körbe a sikánnál
Hát sajnos eldobtam az autót, túl sokat akartam, aztán hát lefejeltem a rázókövet és belerepültem ugye a falba. Utána ott forgolódtam egy jó ideig, elment nagyjából a fő 3/4 mezőny mellettem. A gumi is nagyjából annyi lett neki, hát utána próbáltam visszajönni, ahogy csak bírtam. Jó, aztán... így már megvan, tudom, hogy hol álltál keresztbe, most így beugrott. Igen. Leírtad. Igen, utána hát a verseny kétharmadánál körülbelül, a 27. körbe már feljöttem egész jól, már 19. helyen volt. Aztán a Tóth Lacival táztam éppen. Tehát a második kanyarba belső éven voltam, hát lehet kicsit elfékeztem, mert összeértünk. Aztán végül én jöttem ki belőle rosszabbul, meg megint falat kaptam, plusz még akkora volt maga a becsapódás, hogy a képernyőn el is ment a kép, szóval nem is láttam semmit egy fél percig. Hát ott valami elmozdult valami kábel. Utána meg el se tudta szinte indulni, hogy háromszor lefulladtam. Úgyhogy... Akkor jó, utána már ez nem a te versenyed volt. Hát ez egyáltalán nem. Nem baj. Lényeg, hogy végigvitted, úgyhogy ezt azért díjazunk, és köszönjük a kitartást, úgyhogy továbbiakra is hajrá. Pedig Honda pálya igazából, csak hát nekem nem megy soha. Majd egyszer. A pálya is tudja, hogy nem szeret. Hát egyszer. Ettől függetlenül gratulálunk. Köszönöm szépen. A célba érésed, és akkor fordulunk végül az utolsó interjú alanyunkhoz, Horhi Hunorhoz. Szia, Hunor! No, hát Hunor, kibosszankodva magadat, pont kamera előtt volt, és láttuk, hogy mi történt. Ugye, hogy Füzi Marci előtt autóztál, azt egyszer csak egy lekörözött versenyző kitessékelt, és megforogtál. Most nem tudom, kérdezzem-e meg, mi játszódott le benne, de hát úgyis mindenki tudja. Nagyon csúnya szavak, azok nagyon elhangzottak, nagyon sok, nagyon csúnya szó. Sejtettük. Pár könycsebb kicsordult, aztán mentem tovább. Mert rájöttem, hogy most ha ezen mérgelődök, akkor még a több hibát vétek, meg Beke is megelőz, úgyhogy túllendültem rajta, de beleteltett 6 körbe. Na hát ez rendkívül élet hozzáállás egyébként, és a hideg fej az mindig segít versenyezni, úgyhogy tényleg ezt is csak megsüvegelni tudom. Hát tipikus bal szerencse, tehát ugye a pontverseny szempontjából most az egy pontos hátrány egy picit tovább nőtt, majd nem tudom most pontosan hányra, de ugye majd úgyis csak a szerdai beítélés után lesz meg a hivatalos pontállás. Hát meglátjuk. Hát meglátjuk, reménykedek. Én is. Hát figyelj, Nürburgring azért, azt mondom, ott a Porsche-k azok gyorsak szerintem, főleg a Mercedes Arena ugye nagy kedvencük, az első néhány kanyar. Hát az a baj, benne. A pályát azt meg én eszméletlenül gyűlölöm, tehát az annál rosszabb pályát elképzelni nem tudok évzárónak. Hát nem baj, majd beleteszek a hotlapba 750 kört. A szokásos 300-nak a dupláját akkor jól van. Jó van. Okay. Kíváncsian várjuk ugye Hunor, te ötödik lettél, ugye? Igen. Jól emlékszem. Ettől függetlenül gratulálunk az ötödik helyet, mert ez így is szép helyezés. Hát lehetett volna jobb is, ezt tudjuk, de előbb-utóbb eljön az idő, amikor jobb is lesz. Remélem én is, igen. Úgyhogy gratulálunk az ötödik pozícióhoz, illetve gratulálunk mindenkinek, aki velünk tartott és célba ért. Különösen a top háromnak. Ennyi lett volna a mai magyar nagydíj. Én nagyon élveztem. Remélem, hogy nézők is, és Gergő meg Bálint, te is, illetve mindenki. Kemény verseny volt, agresszív verseny de volt, is. De izgalmas is, és szép volt a rajt. Egyáltalán nem láttam úgy összességben olyan nagy problémát, mint a monzai rajtnál, úgyhogy teljesen izgalmas és jó verseny volt, pláne úgy, hogy a végén be is sötétedett ránk, még egy eső nem ártott volna, de nem vagyok tehetetlen. Marci írít közben, hogy Porsche beteg lesz Nürburgringen. Hát, reméljük, hogy nem. De én meg nem. Porsche az lesz, én nem, bocs.
Hát igen, amiket Tortellini ment Porsche-val a Nürburgringen, értsd 1.52.9, hogyha valakinek mond ez valamit. Hát na, oké, Tortellini ő egy, nem is ember, nem az, csak na, tetszik az autónak a pálya, úgyhogy 756 lap után talán már jó lesz, mert is megszületett. Szeretném még hozzáfűzni, bocsik közel, hogy a Tortellini rájöttem, hogy ő nála van még sokkal jobb Porsche is. A Luke Whitehead, nem tudom, ismered-e, Vitka. Hát nem, ő, az ő neve sajnos nincs meg. Egy olyan e-sportol, aki 18 éves, hát általában 7 tizedet szokott adni ilyen Tortellini hotlapoknak. Jó, atya úristen, akkor meg az Alien szint felett is van, hát, úgy látom. Hát az e-sport, az e-sport szint. Kemény. Kemény, nem alap általános eset. Úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki velünk tartott ezen az eseménydús és izgalmas versenyen. Estén. Legközelebb ACC-val 2 hét múlva jelentkezünk, német nagydíj, és az lesz a szezon záró is egyben. Szerdán BT ülés, és akkor jövő hét vasárnap pedig VTCR szezon záró, úgyhogy lassan itt most kifutnak a bajnokságaink így a nyár közelettével, és utolsó versenyinket kezdjük meg.